Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Hívjuk Lajcsit, hívjuk Lajcsit. Persze, csörögjünk rá. Érdekes hírek merültek föl vele kapcsolatban. Azt írja az egyik bulvárlap, hogy feljelentették Lagzi Lajcsit gyermekverésért. Hát Lajcsi körül mostanában mindig történik valami. Ha egyszer ilyen spirálba kerülsz, akkor abból nagyon nehéz kijönni. Lajcsi pedig azt mondja, hogy nem bántott ő senkit, őt ütötték. Legalábbis erről szólnak különböző bulvár hírek, hát most felhívjuk, megkérdezzük, hogy mi történt valójában. Tehát nem itt csak az van, hogy ő kezdte, nem ő kezdte, nem én kezdtem, te kezdted, hanem már az is, az se biztos, hogy kit vernek meg. Hát azért ezt lehet bizonyítani, nem? Ha engem megverne valaki, vagy én megvernék valakit, ha én megverek valakit, akkor az csak elmegy, vesz egy ilyen látleletet, nem? A vettek állítólag hát, a gyerekek. De most akkor mind a kettőjüknek van, akkor Lajcsinak is van egy, meg a gyerekeknek is. Mindenki püfölt mindenkit le. Nem tudjuk, ennek megpróbálunk. Ez egy tömegverekedés volt. Ennek próbálunk utána járni. De tényleg mi történik Lajcsival, hogy most körülötte valahogy mindig picit forróbb a levegő? Nem? Lehet, hogy ez tényleg működik, hogy ha bekerülsz, akkor nincs kiszálló. Valószínű az lehet, hogy egy ilyen őrült spirálba kerül az ember, és onnantól kezdve egyik rossz dolgot követi a másik. Vagy hogyha igaz az, amit ő ugye állított, amikor nálunk volt, hogy megvan, aki őt el akarta tüntetni. Lehet, hogy ez az eltüntetésnek az újabb lépése. Hogy gyerekek másznak be a birtokára? Igen, igen. Megbízod gyerekek. Megbántalmazzák. Hát, vagy csintalankodni másznak be, érted? És akkor viszont tudjuk, hogy a Lajcsinak elgurul a gyógyszer, tesz valamit, azért már a Lajcsi megint vihető. Ja. Érted? Beépít egy gyerekek. Tehát beépít egy gyereket, provokatőrök voltak. Na, hát sok a kérdés az ügyel kapcsolatban. Minden esetre a Lajcsi sok-sok címlap után most újra címlapon van, mi pedig megkérdezzük, hogy mi a helyzet ezzel az ügyel kapcsolatban. Itt van velünk Alamos Lajos Lajcsi, hello, jó reggelt, kívánunk neked, ciao. Sziasztok, szevasztok, jó reggelt kívánok a hallgatóknak is, meg nektek is. Azért ezt nem érdemes ebből ekkora, tehát... Na de veled mostanában mindig történik valami, Lajcsi? Hát... Na de hát nem tehetek róla, tehát már eddig is történt valami, csak nem mondjuk olyan dolgok történnek velem, amik eddig sohasem, tehát azt gondolom, hogy... Nem azt gondolom, hogy pehes vagyok, hanem azt gondolom, hogy kóstolgatnak. Ez egy más irányú kóstolgatás, először is tisztázunk valamit, bemásztak egy kerítésen, elbontottak egy életveszélyes zsilipet, illetve attól lesz életveszélyes a zsilip, ha kinyitják, mert leomlik a víz az ő irányukba, és akár maga alá is temethet a víz bárki. Aha, na várj, kezdjük az elején, tehát gyerekek másztak be a... Nem tudtuk, hogy gyerekek. Nem tudta, csak gyerekek. Szóltak, hogy valaki bent van a birtokon. A halőr szólt nekem, ez most már a sokadik alkalom volt, hogy megint van egy műszer, ami jelzi azt, hogy a víz hirtelen elkezd csökkenni. Azért tudni kell, hogy ebbe a tóba halak vannak, ha a víz lecsökken, felmelegszik a víz, elpusztulnak a halak, és ahol kinyitották az árapasztónál, ott ivadékhalak voltak, ott egy anyaállomány van azon a részen. Aha. Na most a gyerekek, hogy maguktól jöttek, vagy valaki biztatta őket erre, ezt nem tudom. Egy biztos, beugrottam az autóba, és azonnal felszólítottuk őket, amikor odaértünk, láttuk, hogy ott van 6-7 srác, mondjuk nem gyerekeknek tekintettem, meg kárt okozni, viszont felnőtt módjára tudtak. Hány évesek tehát. Voltak? 8-10, 16, 18, nagyobbak, kamaszok? 15 és 16-18 között. Aha, nagyobb bacskák. Nagyobb srácok, és kettő elfutott, 4 ott maradt. És kérdeztük, hogy miért csináljátok ezt, és amikor az a kettő kiszaladt, akkor az egyiknek még a ruhája is elszakadt, és aztán visszatolattam, aki elfutott, azt arra kértem, hogy azonnal jöjjön vissza, hogy tisztázzuk a tényállást, mert szeretnék rendőrségi feljelentést. Utána kiabálta, hogy gyere vissza, és akkor ő megállt és visszajött? Nem. Vagy üldözted autóval? Nem üldöztem. Megnyomtam a dudát, és megálltak végül is, mert látták, hogy nincs esélyük elszaladni, és azt mondtam, hogy jöjjenek vissza, tisztázzuk. Meg kérdeztem tőle, hogy mi a francnak kellett megint kibontani a zsilipet. Ők mondták, hogy nem ők voltak, de az ott maradt srácok meg azt mondták, hogy ők voltak. És azok egységesen mondták, és valóban a halőr is azt a srácot látta, aki elfutott, tehát azt a piros pólós fiút látta. Tehát egyértelmű volt, meg a kezét is láttam, hogy moszatos, tehát tudod, ilyen ettől a zsilip deszkára lerakódott ilyen nyákos anyagtól, olyan látszott a kezén, hogy ő volt. Moszattól, moszatos.
Jézus. És a te sérülésed az miből származott, Lajcsi? És aztán megérkezett az édesapa, mert nyilván ezt a dudálást hallotta, vagy én nem tudom meg, hát azért ez mégis csak egy kis település, nem volt messze, és aztán mondta, hogy jó lesz, ha a zsebemben nyúlok, különben majd a nagy bajba kever. Hát most érted erre? Ezt a gyerekek mondták? Nem, ezt az a pater mondta, a gyerekek nem mondanak ilyet. Na most ez a családot én korábban patronáltam, és ez mind addig ment, amíg egyszer csak meg nem jelent az anyuka, ennek a kisrácnak az anyja, és kölcsön akart kérni a feleségemtől. És hát mondtuk, hogy mi nem akarunk velük sem kölcsön helyzetbe kerülnek, sem semmibe, és hát volt más problémám, hogy az erdőbe fát vittek el, tehát ez egy kvázi. Csak azt olvasni közben, hogy a gyerekek látleletet vetettek, ami az ő esetben egyértelműen bizonyíthatja, hogy... Hát láttam semmilyen sérülést rajtuk, és én végig ott voltam az őrrel, az őrsatszal, és még a feleségem is ott volt. Hát akkor miért mondhatják azt, hogy ti megpofosztátok őket? Hát meg gondolom, ezzel akar lehúzni az apja, meg a család. Hát most mit mondjak? Hát most mit mondjak erre? Hát három gyerekem van, soha, még a kezére se csaptam rá. Hát én senkit nem bántottam soha. Felháborító. Mert azt mondják, igen, hogy volt pofon, meg megrángattátok őket, meg az egyik fiúnak, de elszakadt a pólója. A pólóját azt látta Csabi, amikor attól szakadt el, hogy kimászott a kerítésen, amikor visszafele mászott. Tehát tudni kell, hogy a kerítésen belül van egy védőzsilip, egy védőgát, ez egy árapasztónál van, ott egyébként ez egy nagyon veszélyes dolog, tehát és ha valaki ott meghal, vagy valami történik, az életem végéig viselem a problémát. Este én mentem vissza megint a kerítést megigazítani, mert hát nem akarjuk azt, hogy bármilyen probléma legyen. Nem bántottam senkit. Az apja oda csapott felém, én elmentem, én is vezettem egyébként látleletet, és én tettem is feljelentést. Mindenkel is kellett látleletet vetetni? Ez a tipikus kabátlapás esete, amik meg vagy osztogattak, vagy fosztogattak, tehát... Várj, te miért vetettél átleletet? Mi téged is megpofosztak? Hát én kaptam egyet, a Pali ki mondta, hogy hát majd jó lesz a zsebemben nyúlok, különben majd... Valami gyerek apukája, aki odajött a helyszíre. És az apukája mondta, és azt mondtam, hogy kérek szépen, ne szórakozzál már velem, hanem ne veszélj hülyeségeket, tisztázzuk a tényállást, gyere, hozd vissza a srácokat, hozzá se nyúltunk, hát ott volt az apja is, nem bántottuk. Nem bántottunk senkit, soha nem bántottam. És erre az apa megütött téged. És erre az apa kocsiból ott kikapott, aztán elhúztam a fejemet, de azért elkapta az orromat, aztán ott később elkezdett vérezni. De hát de a gyerekeken semmilyen sérülést nem láttam. Tehát lehet, hogy ők verték meg a gyerekeket. Azt láttam, hogy aztán tényleg zaklatottak, mert hát azért nyilván azért elmondtam, hogy itt egy több százezer forintos, akár milliós kárt is okoztak, amit a cég, tehát a hallgazdálkodó cég feljelentést is tette a komáromi rendőrségen, és hát ez ügyben nyilván a szülőnek majd el kell állnia. És azt, hogy ezért ezt, hogy tolerálták, vagy hogy nem, azt én nem tudom, de közülünk senki nem bántott senkit. Ott volt a feleségem, ott volt ez a srác, és ott voltam én. Tehát én ezt tudom mondani. A feleségem az autóban... Van látlelet? Mert ugye a gyerekek valami látleletet csináltak, de hát az egyáltalán nem bizonyítja. Tehát sőt, hát most mit bizonyítja? Látlelet, hogy utána ez akkor nem volt semmi sérülés a gyerekeken. Sőt, meg is kérdeztem, mert mondta, hogy nem kell ám a gyerekeket bántani, mondta az édesapa. Mondom, nem bántotta senki a gyerekeket. És megkérdeztem, mondom, srácok, bántott titeket valaki? És csóválták a fejüket. Nem bántott senki. Csak meg voltak kiedve. Mindig történik mostanában veled valamit. Hát ez nagyon sűrű. Ez a birtok, ezt most te nem adtad el, vagy ez most az a birtok, az az említett birtok, amitől már... Van rá, de még mindig ott vagytok akkor, de hogy ott hát laktok. Persze, de hát akkor is, ha bárki bemászik egy birtokra, azért nem tudom, ezt elfelejtjük, hogy a kerítésen miért mászik? Miért keresni valójában ott valakinek? Ez nem vitatjuk, persze, hát ez magánterület. Csak egy, de én igazságot nem szoktam szolgáltatni, meg főleg nem bántok gyerekeket, vagy srácokat, tehát én nem bántottuk. Hát, szóltuk nekik, hogy gyertek akkor vissza, és ezt akadályozta meg az édesapa, mert rá akarta kelni, hogy azok voltak, és kész, mondta, akik ott vannak. Tehát nem azok voltak, azok egységesen mondták, hogy nem, meg a halőr is látta, hogy ez a srác bontotta el épp a zsilipet. Egyébként ilyenkor 6 méter szélesen nem tudom, percenként x köbméter hát víz. Ez nagyon kemény. Rengeteg víz elmegy, és ugye az ivadék új hal, amelyik most született tavasszal, hát az úszik el ezzel együtt. Figyelj csak, tehát összeg elhangzott, hogy ők mennyiért maradnak csendben?
Nem, hát eddig már nem jutott, elküldtem a fenébe őket. Tehát amikor apuka azt mondta, hogy egy bizonyos összegért. Nem, akkor én akkor mondtam, nem, már nem emlékszem pontosan, mit mondtam, meg most talán a rádióban el sem mondanám. De nyilván nem szépen beszéltem, és aztán akkor kapott oda, és mondtam neki, hogy szégyelje magát, már volt problémám az erdőbe, és akkor nem hívtam el rájuk a rendőrséget, de mondtam, most mindenképp feljelentést fogok tenni. Csak míg én összeszedtem magam, meg kellett a zsilipet csinálni, oda hívtuk az embereket, hát ez egy 4-6 embernek a munkája volt víznyomással szembe ott visszarakni, hát volt macera vele. Senkit nem bántottam sohasem. Jó, ezt elmondtad. Hát okay, érted, most nem tudok védekezni ezzel. Egyébként ellenem semmilyen feljelentés, nem szerencsétlen halőrt kóstolgatják, aki végig vele voltam. Senkit hozzá nem nyúlt. Amikor legutóbb beszéltünk, akkor mondtad, hogy lesz majd egy nagy bejelentésed. Igen, júni 18-án, aztán akkor pont szabadságot. Ez az ország várja, már a múltkori beszélgetésünkre is, ugye mindenki felkapta a fejét, és minden sajtóorgánom átvette, mert akkor ugye hát te megneveztél bizonyos embereket. De azt mondtad, akkor, hogy lesz egy nagy bejelentésed júni 18-án, amikor majd tisztázod még az ügyet, és felfed. Júli 18. Ja, igen. Júli tehát nem 18, júni, hanem júli 18. Ugye az ügyvédeim hozzájárulnak ahhoz, mert én tudod, én egy picit hirtelenebb vagyok azért nyilatkozatokban annál. Ezt a múltkor éreztük. Igen, de én nem bántam meg, mert az igazat mondtam. Tehát változatlanul azt mondom, hogy nem bántam azt meg. Tehát én az igazat mondtam, annak várom, hogy milyen következménye lesz, mert ha bármilyen ezzel kapcsolatos feljelentést kapok, akkor én további információkat tudok majd adni. De akkor ezt fenntartod, hogy júli 18-án lesz ez a bejelentés? Én júli 18-án tervezek egy ilyet. A dolgok azt gondolom, hogy olyan... Aznap van a születésnapom, csak mondom, tehát... Akkor belekeverhetsz a közleményedbe, hogy és egyébként boldog születésnapot kívánok Sebessék Balázsnak. Csak jelzem finoman, nem számítok nagy ajándékra, de... Hogy ez egy kis pitihimi humival ne gyere elő, Lajcsi. Én azt gondolom, hogy lesz mit mondanunk, de azt kell mondjam, tudod, ilyenkor megkértek az ügyvédeim. Oké, tehát az július 18, akkor ez azért fontos, mert akkor van vége a nyomozati szakasznak, akkor dől el, hogy a nyomozati szakasz után lesz-e vádemelés? Hát akár az is eldőlhet, vagy akár meghosszabbítják, tehát még nem tudjuk pontosan, hogy most mi dől el, mi nem dől el. Nyilván ezt előtte már fogjuk látni, és amikor mi látjuk, akkor annak megfelelően fogunk. Mi ebből szeretnénk akkor egy sajtótájékoztatót tartani. Én azt gondolom, hogy változatlanul jó irányba haladok, hogy teljes módon tudjam magam. És akkor ez a sajtótájékoztató, teoretikus a kérdés, tudom, de nyilván azért muszáj konkrétumot, tehát akkor felfeded még nevekkel, igen, bizonyítékokkal. Igen, és hogy milyen kohort dolgok vannak még ebben az ügyben. Tehát igen. Ha te ezt felfeded, hogy kohort dolgok, akkor ez egyértelműsíti azt, hogy akkor nem nagyon tud vádemelés lenni, mert nincs bizonyíték. Nem tudom, hogy mi ellen tud. Tehát nyilván lehet, hogy van, amit majd kitalál, nem tudom. Uh-huh. Azért nem akarom ezt mondani, mert akkor meglátjuk. Tehát számos bizonyíték, igazságügyi szakértői véleményünk van okiratokkal kapcsolatban, amit én soha nem láttam, soha nem írtam alá, mégis benne van az ügyanyagában, ez elég érdekes. De Lajcsi, hát, neked szerintem fel kell fogadnod egy embert, aki 0-24 órában egy kis GoPro kamerával meglökötted. Tehát, hogy én ezt tenném, a kocsiba tennék, a birtokra tennék, mindenhova, mert veled most annyi minden történik. Folyamatosan te vagy úgymond a sértett, neked kell egy kamera. Legyen egy ember, aki te megfizetsz, és megy melletted kamerával. A birtokot 12 kamera figyeli többek között, azt a műszert is, amelyik jelzi a hirtelen vízesést, tehát a víznyomás csökkenést. Például ez jelezte nekünk. Utána kinéztünk, kimentem, épp otthon voltam. Tehát azt mondom, hogy ilyen hülyeségbe belekeverni valakit, tehát teljesen tisztességtelen. És az egész arról szólt, hogy tudnak lehúzni. Már megint. Nem tehetek róla. Tele van a tököm meg a hócipő. Na, sűrű éveid vannak. Ja. Igen. Lajcsi, mi kifejezetten várjuk továbbra is a folytatást. Akkor most jelen pillanatban június 18-án. Meg tudtam ezt osztani. Furcsa ez nekem. De hát nyilván mindenki a maga mor, a mézeskalács házikóból mindenki szeretne törni egy darabot. Köszönjük. Beszélünk akkor 18-a után. Jó? Köszönöm. Köszönjük szépen. Ciao. Hello. Szia, Lajcsi. Hello.
más ember egy ember öltő alatt nem történik. Igen. Nem? Mit vele egy hét de alatt? Tényleg, vagy az elmúlt egy évben. Igen. És most már vonza a rossz nyilván, vagy a rosszat ő maga. Tehát, hogy mindig csak ilyenek lesznek. Na, sem olyan lesz, mint Michael Jackson. Minden hónapban felbukkan valaki, aki pénzt akar Lacsitól. Nem, hát gyakorlatilag is három naponta megjelent egy gyerek, aki azt mondta, hogy bántott. Ja, nem, kiderült, hogy mit tudom én, apám mondta, szedjünk le Jackolról 10 millió dollárt. Hát kíváncsi vagyok. Igen, írja egy hallgató, hogy szegény Lajcsinak lassan mindent be kéne kamerázni. Egyébként tényleg én az ő esetében már a kocsiba is tennék. Há, nem ilyen, van ez az eset, kamera tényleg berakod, és akkor 0-24 berögzíti, hogy most verekedtél, vagy nem verekedtél, vagy mi történt. Vagy már eleve autóból is úgy 100 ki, hogy ott van a kezedben egy kamera. Tessék, jó napot kívánok, Lagrallamos Lajos. Ott van a fejedben egy kis gólyát. Ben van fixer, és átállsz az autóval, hogy lássam mindent. Igen. De hogyha neki van kameraja a birtokon, de hülye vagyok, nem kérdeztem meg tőle, ami beriasztja ezt a víz nyomás csökkenést, az nem rögzítette az esetet? Valószínűleg nem. Tehát az jelez, vagy néznek bizonyos dolgokat, a műsorkerítése, de pont arra nem. Pont arra nem. Az bizonyíték egyébként? Most azt elfogadják, nem fogadják? Kamerás hát felvételt? Persze. Igen. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Na, egy nagyon helyes levelet kaptunk, foglalkozunk bele kicsit, jó? Mondjuk ja, mindenkinek, hogy a gondotok, problémátok van, tudunk valamiben segíteni. Így van, írjátok, akkor legfeljebb nem fogunk. Így van, Morning Show @klassz.fm.hu, küldjetek el nekünk, amiben tudunk segítünk. Nagyon helyes a levél, igazából nem tudom, hogy meg tudjuk-e oldani, de annyira cuki a levél írója meg maga a történet. Azt írja egy szülő, egy elkeseredett szülő, hogy nagy kéréssel fordul hozzánk, kedves rádiósok, így indul a levél. Pótolhatatlan kismacit hagytunk el tegnap 5 és 6 óra között, amikor túrázni voltunk Szent Antalfán vagy Nagybázsonyban. Minden lehetőséget megragadva keresjük a helyi polgármesterrel karöltve, de eddig mind hiába. Az meg vagy a polgármester is keresi a macit. Nagyon átkutatja a Vázsonyi rengeteget a polgármester. Sajnos nincs helyi tévé sem újság, ahol meghirdethetnénk, csak a Klassz FM-et hallgatják a helyiek. Tehát mi vagyunk ott az egyetlen orgánum, ami ugye tájékoztatja az ott élőket. Tegnap vettünk neki azonnal egy másikat, de az első pillanatban megszagolta és eldobta. Ismerős. Hát, azóta is időnként sír, és csak sír, és mondogatja, hogy mama. Magamat hibáztatom, amiért nem figyeltem rá, és vele együtt sírok, az elalvás, vagy rémálom, akkor is csak ezt mondogatja a 2 éves fiam, és folyamatosan sír. Mindenre képes vagyok, hogy megtaláljuk. Mamának... Tudom, hogy sokan fordulnak önökhöz, de kérem, ha van bármilyen lehetőség, segítsenek. Mamának hívtam macit? Nem, hát vagy a mamának, az anyját hívja. Egészen meg a rezétes anyját. Fura ez a gyerek, de úgy ránéz az anyjára, és azt mondja, mama. Ez egy egészen furán működő gyerek. Mert azt szólingatod, ami nincs. Tehát maci, biztos, hogy ezt mondanám. Valószínűleg tudja még kimondani, és a mamának akar jelezni, hogy mama segíts. Személy leírást követelek a medvéről. Igen, hogy nézett az ki ez a maci? Az ellopott jószágról. Az eltűnt ellopott jószágról. Nézzük meg, hogy mi van ott Nagyvázsonyi Szent Antalfa közepén. Szólítsuk fel a közelében. Google Maps-en. Van neked Google Maps-en? Meg tudod nézni? Persze. Nézzük meg még a helyieket, hogy kik vannak ott. És... hogy a környékbelieket? Hát ha talált valaki egy macit. Én tudom, milyen, amikor a gyerekednek eltűnik a valami, amit nagyon szeret. Óriási az tragédia. Nem tudsz vele mit kezdeni, nem tudod megnyugtatni semmivel, és tényleg erről van szó, hogy veszenek egy másik macit, és ha az a maci kiköpött mása annak, ami elveszett, akkor is a gyerek tényleg megszagolja, és már dobja, ez nem az a maci. Ő tudja. És senki más nem tudja. Te nem látod kettők között a különbséget. Neked tök ugyanolyan az a maci. Ő érzi, ő tudja. Igen, ő megmondja, hogy ez nem az a maci. Jó, figyeljetek, ha látta valaki, segítsen és küldje el nekünk. Ha valaki talált Szent Antalfán, Nagyvázson környékén egy magányosan heverő, pislogó, szomorú macit, akkor az a mi macink. Szegény. Barna medve vagy panda medve? Tudunk róla valamit? Nem, ez a baj, hogy nem kaptunk leírást. Hát mert úgy nehéz pedig keresni most a Nagyvázsonyi vártövében. Ugye... Én nem hiszem egyébként, hogy olyan hihetetlen sok medve fekszik sose ott az úton. Te honnan tudod? Ez egy panda, ez biztos nem az. Tudja. Ez egy örvös, ez lesz az. Igen. Ez egy mosómedve. Hát ez sem. Most összegyűjtik az összes medvét, érted? Hát ez csak egy medvéhez hasonlító, de egyébként sakál. Ez biztos, hogy nem az. Há, Istenem. Ha biztos neked értelek, dörgicseljek, balatoncsicsoljak, tagyoniak, balaton henyeiek és menchelyiek is álljanak rá a dologra. Igen. Hát ha megtalálják azt a csatárlázba, kutassuk át az erdőt. Mindenki menjen úgy ma arra felé, mint Jani felsorolt, azon kisvárosokban, falvakban, községekben, hogy nézi az utat, hogy nincs-e valahol egy medve. Jó? Egy kicsi kis poros,
a fél szeme már kinyomva, átment lehet rajta egy autó, kicsit guminyomos. Szegény. De valahol ott hever az út szélén. Könnyes szemmel. Könnyes szemmel keresi a kisgazdáját. Kis könnyes gombszemmel. Sír, és azt mondja, hol vagy kisgazdám, hol vagy kisgazdám. A biztonság ide a barnagiak és a pulaiak, a vörös tojakkal együtt kapcsolódjanak be a keresésbe. Jó, tényleg csatáláncba fésüljék át a környező erdőségeket, találjuk meg azt a macit. Hogy hívják a macit? Azt se tudjuk. Macina. Miért szólongassák egyébként? Igen. Ödönke, akkor ödönke ki. Kisgazdám, Jó. Szóval, hogy akkor hajrá, tessék macit keresni. Rá kell segítsünk. Állni. Rá kell állni erre a projektre. Nektek volt ilyen a gyereknek olyan kis tárgya, vagy olyan kis játéka, aminélkül egyszerűen elképzelhetetlen volt az ő kis élete? Egy Rolex Daytona, nagyon szereti. Hát kinek mi jutott, ugye nekünk nagyon. Egy mindig vennem kell belőle egy másikat, amikor elhagyja a Rolex óráját. Nagyon szomorú vagyok, te hál' Isten három Daytonát vettünk neki. Úgyhogy igazából nem veszi észre. És az első mindegyik fehér aranyban. Igen, krokodilbőr szíjjel, úgyhogy az elsővel bármi történik, egy a másodikat fogyasztja a gyerek. Ez az nem kell. Na, valaki kérdezi, élő medvét keresünk? Igen. Találtam egy kismacit Vázsony környékén, azt kiabált, a kisfiú, kisfiú. Akkor ő az, ő lehet. Ne csináljunk viccet, jó? Én találtam, hogy maci csak 3 méter magas volt és mézet evett. Gondolom, ez nem az a medve. Mr. Medve, a túszom, tárgyalhatunk, írja egy hallgató. Nekünk volt egyszer egy cumink, Pui-nak hívta virág, ami annyira hozzánőtt, hogy a végén már ismerjétek azt a cumit, ami annyira el van már szopogatva, hogy már ilyen tehát számodra már gusztustalan. A gyerek egyszerűen nem tudott nélküle létezni. Nagyon-nagyon nehezen szoktattuk le róla, szépen finom lépésekkel. Aztán csináltunk egy adást a Damiusban, amikor valamiért, azt hiszem, egy fotózáshoz egy rakás cumit bekértünk. És már majdnem leszoktattuk a gyereket erről a Pui-ról, amikor én fogtam, ezt az összes megmaradt cumit hazavittem, és onnantól kezdve a gyereknek nem egy kedvence volt, hanem 6. És este lefekvésnél számba kellett venni, hogy megvan-e mind a 6, egy eltűnt, Móni akkor kész a katasztrófa. Nagyon örült neki. De a Pui nélkül nem lehetett élni. Pui nélkül és a dzsibülös üveg nélkül. Ez milyen volt a gyümölcsém. Dzsibülös üveg. Azt hiszem, hogy dzsibülös üveg. Dzsibülös egyik kezében a Pui volt, a másik kezében pedig a dzsibülös üveg. Ezek nélkül a gyerek nem működött. Azért itt teszi a málnát, mindjárt elkapom, kicsit nagy meg büdi, de összeszedem a bátorságom és beviszem a hivatalba, írja valaki. A nagyvázsonyi vártövében láttam egy egész kupac barna macit. Szegények. Elküldték nekünk a Szent Antalfai polgármester számát, ő segít mindenben. Hívjuk fel, azt írja egy hallgató. Igen. Csaba olyan? Hát hívjuk föl Csabát. Látott-e medvét? Ti csak így Csabával? Ti már csak így Csabával így vagytok? Csaba. Most tárcsázod ezt a számot nekem, Zsül? Ott nézd meg, ellátszod el? Ne csak komolyan kérdezem, mert van, aki nem látja ezt. De akkor bemondom, 0-29-5-6. És mindenki a polgit fogja hívni. Hívjuk föl. Hát, ha tud nekünk segíteni. Vagy ki tudja küldeni oda, mit tudom, a kedvenc titkárnőjét Irénként. Én dolga van, ő nem ér rá medvét. Tehát, na jó, hát most érted, lefűzik kávét, aztán kimegy, hát most értek, csak belefér neki. Igen, a bukor alatt. Úgy látom, Csaba, hál' Istennek független. Már nem úgy, hogy íze, hogy összejöhetünk, vagy valami. Nem jó, csörög. Csörög. Polgármesterre beszélünk, úgyhogy... Tisztelet a hangunkban? Legyen tisztelet a hangotokban sok. Ne itt húzás ki. Halló, jó reggelt, Csabát keresünk. Morning Show, Sebestyén Balázs, hello. Kis Csaba. Csaba, jó reggelt. Tegeződhetünk, Csaba? Mert. Nagyon jó. Azt írták nekünk, hogy te vagy Szent Antalfa polgármestere. Jó helyen vagyunk? Abszolút. Ó, hát nagyon. Polgármester úr, üdvözlünk az adásban, mert hogy adásban vagy. Nehogy valami olyat mondj, csak mondom. Itt vagy, ragyogok. Hol törtünk rád éppen? Már a hivatalban, vagy mész befelé, vagy még otthon nagyban fogadmosol? Konkrétan a kislányomat rendezgetem, hogy el tudja indulni az anya dolgozni, hogy éppen itt van. Ja, tudom, egy kis uzsonna csomagolás, mézes kenyérkenés, iskolába elindítás. Nem, a kislány az még olyan pici, hogy ott még csak ilyen... meg a másik. Igen. Képzeld, hogy adásba elküldték nekünk a te telefonszámodat. Ez nyilvános, igen, vagy valaki földobott? Nem tudom, fogalmam nincsen. Nyilvános elvileg, úgyhogy mert itt hivatali szám, úgyhogy teljesen nyilvános. Tehát tényleg, ha bármi probléma van Szent Antalfán, akkor téged fölhívhatnak? Ez nagyon szimpatikus. Hát van reggel, este, délben, hétvégén,
gyakorlatilag nem nagyon volt olyan, hogy ne csörögne a telefonom. Hát komolyan mondom, nekünk miért nincs ilyen polgármester? Nagyon jó. Vagy főpolgármester. Hát, lehet, hogy te is hívhatnád, ha elkérnéd a számát. Hát, sikert, csak hozzá száz, mondjuk. Igen. Kézzel, kaptunk egy levelet, Csaba, egy valószínűleg szentantalfai lakostól, vagy hát legalábbis aki ott volt túrázni, hogy ő elhagyta a gyerekének a maciát. És ez egy elsőre, ugye főleg akinek nincs gyereke, ez egy ilyen banális dolog, hogy hát jaj Istenem, a maci, viszont a gyerek azóta sír. Uh-huh. És ott volt Szentantalfány és Nagyvázsonyban, és hát szeretnénk egy kis segítséget kérni, hogy ha ti mentek arra felé, vagy sétáltok, ha találtok egy macit, akkor szóljatok nekünk, és mi visszajuttatjuk ennek a gyereknek a maciát. Ez egy tök komoly sztori egyébként, hát és óriási dráma van belőle. Te Csaba, mint szülő, felfogod ennek a dolognak a jelentőségét nyilván. Abszolút, sőt, tegnap gyakorlatilag egész nap a patakparton keveregtem miatt, hogy hát, ha meg lesz a dolog, a focipályák, meg a patakpart egyes részeit kutatgattam, de egyébként tegnap délutára meg lett a maci. Megvan a maci! Megvan a maci! Megvan a maci. Arra sétált az egyik antalfai lakosunk, és megtalálta a mackót. Megvan a maci, gyerek! Ó, gyerek! Az a mindenit neki! A Szent Antalfai medve lelő! Hát ez hihetetlen. És ti már hívtátok a tulajt, az anyukát? Tegnap este, vagy délután hívott engem többször is, úgyhogy beszéltünk, meg az a csaj is hívott, aki megtalálta. Hogy bejössz neki? és te, mint polgármester, te a saját kezeddel, a lábaddal botorkáltál ott a patakparton, mentél, és kerested a macit. és kiabáltál, hogy kismaci, merre vagy? Hát ez nagyon, ez tényleg egyébként nagyon szimpatikus. De komolyan mondom. Nem, egyébként a falunapi, szombaton falunapunk volt, úgyhogy annak a rendezvénynek a nyomait próbáltuk még eltüntetni, és közben van, ott álmúztam. Hazahúztátok a túlélőket? Igen, kivúztam a patakból, aki még élve maradt. Igen. Figyelj, és ki lépett fel a falunapon? Kik voltak? Hát nagyon nagy nevek. Én. De mint zenével, vagy egy megnyitóval? Mit csináltál? Hát kétszer felmentem a színpadra egy kicsit konferálgatni, de futballoztam, úgyhogy még annak a nyomait hevertem ezekben a pillanatokban is, de egy helyi erőkből, ilyen Veszprém megyeikből hatásom, de a színművésznő, rulett együttes, meg hát volt egy kis DJ este. Nagyon jó. Azt a mindenét. Te pedig ott fölmész, mint polgármester, és kicsit konferálsz. Az hát az Andrea megoldott azért helyettem, nekem csak ilyen nüanszokat kellene. Sergő volt? Még egyszer? Sergő, avagy Körhinta. Nem. Nem volt. Egy jó kis Sergő vagy. Mi leginkább egy Polgár Petit hiányoljuk a felépő közül, de majd jövőre. Na, figyeltek, hát akkor megismerkedtünk egy újabb jófej polgármesterrel egyébként. Hát ez nagyon. Ez örülök neki. Egy kicsit meglepődtem, de... Figyelj, mi ilyenek vagyunk. A legváratlan pillanatban ez csak megszólal valakinek a telefonja, és mi megérkezünk. Csak úgy nem lehet itt polgármestereskedni. Nem lehet tudni, hogy kocsapunk össze. Bárkire. Jó, hát akkor figyelni fogok minden ilyen számot. És visszakerült már medve a gyerekhez, vagy még... Még a túsz átadása az arrébb van. Annyit tudok, hogy a helyi fogadóba adták le, és elvileg a mai nappal elsőbségivel vissza lesz juttatva a kis csajtének. De jó. Na, hát ez egy tök helyes sztori. Megvan. Jól van, figyelj, a számodat fölírjuk, mert nekünk mindig szükségünk van jó fej polgármesterekre. Örülök, hogyha beszélhetünk. Ebből itt a mi környékünkön kevesebb van. A vidéken több. Úgyhogy mindig szükség van egy ilyen. Ezért jó függetlennek lenni, nem kell senkinek megfelelni, csak a helyi lakosoknak. Hát az a de ilyen szempontból jó helyen élünk, mert egy haláli kis falu tök jó. Úgyhogy... Hát gyönyörű helyen. Gyönyörű helyen éltek. Jól van, Csaba, na örülünk. Hát ez egy nem várt happy end így a történet végére. Igazán nem sokat adtunk volna azért, hogy meg legyen ez a mackó, hogy meg lesz-e, mert szemlegződésünk volt, hogy nem lehet megtenni, de miért ne próbálnánk meg? Viszont így, hogy megvan, hát ez tök pozitív. Jól van, hagyunk akkor a családoddal. Csaba, köszönjük. Igen, örülök, hogy hívtatok. Köszi, ciao, hello. Köszönjük, hello. Szia, Szent Antalfa polgármesterek is, Csaba, hello, jó. Tehát ez megvan a kép, hogy a polgármester úr, akinek nyilván egy... Botorkál a cselepatak mentén. Érted, hogy nem azt mondja, hogy jó van már majd, ha valaki rá akar, akkor szólunk, hanem elmegy és keresi a medvét. Igen. Hát milyen tűnő? Csatár, lánc, ferjétek, félre a harangokat. Vége a falunapnak. Így van. Elmentek az ittasok, most megkeressük a medvét. Dolog van. Meg kell keresni a medvét. Irénke, tedd le a jegyzeteket. Igen. És Zsófika, óriási, imád. Engedd lesz a kapucsinót, irány medvét keresni.
Nem, miért beszélünk úgy, mint a hülyék lenne, nem hülyék? Csak mi beszélünk? Nem, mi vagyunk hülyék. Mi vagyunk hülyék, nem ők. Hát irány, medvére, köszönj! Medvére, magyar! Isten, jó, Toronyi, irány, az álltunk, akkor szomszéd falu Toronyi. Pont láttam most valamelyik nap a Ludas Matyit rajzban. Ugyanez, mindenki így beszél. Na, mindenki így beszél. Na jó van. Döbrég úrom, istáló, nem találjuk a legényt a Ludakkal. Mindenki így beszél benne. Na jó van. Üzenjük az osztrákoknak, állítsák le magukat. Ha ott vagytok, adjátok át, mert őket is felhívjuk. Ja, beállunk a sor végére, aztán valamikor oda keverünk mi. Igen, akkor nagy baj lesz. Na jó, a gyerekek, hát 7:30 és ezt is megoldottuk. Most mi jöhet még? Egyszerűen hihetetlen. Hát dőljünk hátra, pihenjünk, meg nem? Vagyunk. Meg vagyunk. Na hát, mit tudom, rendezünk 20 bébét fel annyiból. Na az még úgyis nagyon drága lesz. Az még úgyis az eredeti költségek négyszeres. 7:30 múlt 5 perccel. Na mit szólsz, milyen happy endek vannak nálunk, ugye? Látod, látod. Nálunk is volt egy ilyen tragédia, de mi nem találtuk meg sajnos. Egyszer elhagytuk a kis szimbáját az öcsémnek. Mekkora az öcsét? 32. Csak még egy kicsit gyerek. Pelenkázzuk még. A kis szimba, igen? Igen. Milyen állat a szimba? Oroszlán. Ja, tényleg, jó. Hát egyébként jó, tigris na, orosz, volt, bárki tehát jogos a kérdés. Bárkikus műveltség azért mindig felszerető. Bárki adhat oroszlánnak szimba nevet, sok jobb lett volna egy skótjuhát hívtok szimbának. Az legalább eredetileg vagy, volt. Vagy például egy komodói varánusz, aki szimba. És nem lett meg. Nem, ő nem lett meg. És megtört? Venni kellett egy másikat, tehát picit megpróbáltuk átverni. De és elhitte, benyalta? Rábeszéltük, hogy higgyel. Igen, ez az csak hogy kimostanja. Szeresse az új állatot is. Ez a kegyes hazugság, amikor úgy vered át a gyerekedet, hogy imádkozol, igen, hogy benyalja. Nem? És a legszemetebbnek érzed magad, de közben drukkolsz, hogy elhiggye. Mert neki lesz jobb. És ha valamit felfedez rajta, hogy ez nem ez, akkor megint hazugságot görgetsz magad, hogy de, az csak kimostuk. Vagy, tudod, tehát ilyenkor elindul egy ilyen... Szurikát? Nem, ő egy oroszlán hittem. Na, oroszlán. De apa, nekem egy császárpingvin nem volt. Nem, ez az oroszlán, egy császárpingvin. Na jó, akkor is vacsora, menj aludni! Neked semmi nem jó. Igen, muszáj ilyenkor hazudni. És most mekkora az öcséd? Most már nagy, most már 25. 25. Uh-huh. És most mivel játszik? Hát ezt jobb, ha én nem tudom. Ki repült már a családi fészekben? Nem repült, ő tartja a frontot. Otthon van? Így van. De miért jó az? Hát elmenne, szabad élet. Most neki így jó, itt szabadon van. Persze, uh-huh. Hát én nem vagyok ott. Igen, most ő a... Mama Hotel. Ő a kegyelt. Jó az egyébként. Na jó van. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Balatonról akarok nektek mesélni. Mesélj a Balatonról. Nem. Milyen a Balcsi? Na, én még ide nem voltam. Nagyon finom, puha, nagyon meleg, szép, bársonyos. Puha, meleg, bársonyos és kék. Senki nem gittelt bele? Hát azt nem tudom, nem látszott legalábbis. Hát. Tehát nem azt akarom nektek elmesélni, hogy úsztunk és jött a git. Traumatikus gyerekkori élmény. Tényleg, amikor bemész fenyvesen a kis bratyoddal, úsztok, és egy ilyen zíl belső méretű pufajka új így elúszik mellett. Az úgynevezett követő kula. Egyébként meg a hullámokon úszik utána. És oda a fürdőzésed, oda a jókedved, oda a gyermekkorod, a naivitásod. Lebuksz, és csak reménykedsz benne, hogy nem követ. Igen, az emberségbe vetett hited, minden megalázottan megtépázva kimész a partra, és leülsz a szüleid mellé, és üveges szemmel néz. Nem akarom többet belevenni. És soha nem felejtem el, hogy nem egyszer jártam így, hogy vidáman szelve habokat szaladsz bele a déli parton, hogy végre egyszer megnéztem képeslapon. Úttörőtáboromnak hazaírtam, megírtam rajta, és apa. Így van, minden nagyon jó, csak örülnék neki, hogyha nem kulhatná. Száros a víz. De tényleg? Tehát az emberek szerintem ellenállhatatlan vágyat éreznek, hogyha bemennek a nyílt víz, akkor letolják a gatyájukat, és ott végezik el a dolgokat. Tehát, hogy a kutya is intelligensebb ennél, komolyan mondom, mert egyszerűen nem teszi ezt meg. De és a Balaton a gyerekkoromban nem egyszer történt meg, hogy egy ilyen zilbelső, ilyen uszályszerűen, nasszátszerűen így elhasított mellettem. Tehát, hogy azért és ott tényleg nincs kedved tovább fürdeni. Tehát az olyan, mint amikor... Szomorúan kiülsz anyád mellé, tényleg. Kiülsz anyád mellé, amikor megjön apád, és 10 órakor föloltja a lámpát egy házi buliba, és utána már hiába oltjátok vissza, az a buli meghalt. Ilyen a Balcsi, amikor egyszer csak mellé dúszik. Valakinek a renitens. Hogy hívtuk? Renitens mi volt? Várjál, mi volt? Mi volt? Renitens, nem tudom, mi volt. Hogy nem akarok túl sokat ugrálni ezen a kaki témán, mert nem erről akartam beszélni, de az tényleg úgy zajlik, hogy valaki
fürdik, és nem rájön. Én szerintem nem tud más, hogy biztos nem a Sió csatornán. Én szerintem egész egyszerűen ennyi. Hogy szól az anyának, mama fog meg a gatyómat, leveszi a gatyóját. Egészen biztos, hogy figyelj, most mi történik? Nézzük meg gyakorlatilag. Bent vagy 3 kilométer a déli parton. Igen, mert akkor annyit menni kell, hogy tudod, hogy baromi nagy sor a fenyvesi strandon a budi előtt, ráadásul nem is annyira diszkrét, mert... Most gondold el. Egyébként meg te ott egyedül vagy. Aha. Megteszi. A magyar ilyen. Vele nem szórakozik senki. Nem. Ha jönni kell, akkor, ha jönni kell, akkor jönni akkor kell. Sajnos jön. Ilyen. És én nem egyszerűen. Feljön, mint egy mentőkapszula. Megérkezik. Gáz tartalmaz általában, tehát ő igen. Azért úszik. És aki... Na jó, igen. Ez most már tényleg sok. De beszéljünk a renitens, nem tudom, igen. Mi volt. Renitens, nem tudom. Akkor a renitens akármicsodára. Valaki küldje, hogy hívtuk régen, renitens mi. Beleengedi a vízbe. Rebellis hurka. Rebellis hurkát, igen, köszi. Ő például hogy lép le a rebellis hurkától? Hát, nagyon egyszerű technikája van ennek egyébként, nekem mesélték. Állattól függ. Na mesélj csak! Megvan! Ezt nekem elmesélték, hogy ez hogy kell csinálni. Egy profi. Igen, aki egy hivatásos. Igen. Na és hogy? Hogy lépsz el? Ledobod a fürdőgatyádat, elkezdesz kicsit... Az mondják, hogy mélyebb vízbe menjél be. Aha. És akkor így hirtelen följössz egy ilyen fordított gyertyába. Na ez hülyeség. Nem, mert úszás közben ugye baromi nehéz a lényeg, hogy lebegjél. Aha. Mert ugye úszás közben azért nem, mert úszás közben máshol koncentrálsz. Tehát fura, ösztönösnek tűnik, ha leülsz a WC-re, de közben egyébként, ha máshol csinálod, baromira kell koncentrálni, hogy elinduljanak azok a pavlovi reflexek, amik megindulnak, ha rákuporoz a francra. Ott tartunk, hogy a fejem a víz alatt, és a fenekem van fenn. És akkor hirtelen, először egy picit fura, mert úgy a semmi vesz körbe. Aha. Jó, tehát kint van, és akkor elúszom alul, hogy ne jöjjön utánam. Elúszom. Persze, nyilván követ, és ordibál. Kisgazdám, ne hagyj itt engem, olyan magányos vagyok. Egyedül nem jutok át fonyódra. Nyilván szalad utánad a kis rebel is. A kis rebel is. Nem tudom, hát fogalmam nincs, mi a technikája. Nem értem egyébként. Én ennél sokkal szemérmesebb vagyok. Tehát eleve mindig baromi sokan vannak körülötted a Balatonban. Na jó, ha bementél 3 kilométer, hát azért jó, ott már nem, de azért rész. Mert ugye a Balcsit mindig úgy kérdezik, bemész a déli parton, áll mindenki térdig, és 100 000 gyerek, matrac. Hát ott azért nagyon, nagyon bátornak kell lenni, hogy ezt megtett. Szemérmetlen negátlásának, nem tudom, hogy. Hogy lejussz a gyerekek közé homokvárat építeni. Közben. Hát, vagy én nem tudom, szörnyű. Tényleg szörnyű. Eszembe nem jutna. Nem. Igen. Gyermeti éjszakról jön át? De ott is valaki belerakja. Most mi van, délre fogtok menni? Vagy nem, mi? Hát éjszakon ugye hamarabb mélyül ott, azért beúszol és megcsinálod. Én nem tudom. Hát, én mondom nekem ennél, ez egy sokkal személyesebb. Hát mindenképpen valami a magányosabb helyet kell keresni. De ugye, hogy ilyen élménye mindenkinek van a Balatonból? Igen. Hogy úszol és egyszer csak ott van. Igen, ott és van. És kettőt csapsz, de óvatosan csapsz, és ha rosszul csapsz, tényleg behúzod az örvénnyel és jön utánad. Hát mellúszás, de simán. Honod alá betereled. Ott azt követ. Jézusom. Sajnos, de ki kell mondani, ez igen. Igen, és lehet csodákat látni. És pont arra úszik a kishajós flotta, tudod, a füredi vöcsök. Megkerülni a bóját borról! Szívedben! Nem tudom, hát minden esetre kemény, az ember azért kemény tud lenni. Na mindegy, hogy nem ilyen élményed volt. Nem a rebellis hurkáról akartam beszélni. Azon gondolkoztam el, hogy ugye mi azért szeretjük ezek Balaton, Velencei tó, Tisza tó, mert egy kicsit multidéző. Igen, retro, nagyon retro. Jó kis lángosos, jó kis bicikli kölcsönző, meg minden. Hogy vajon túl tudunk-e lépni ebből, mert elmentünk a Balatonra, és a Máté haverommal elmentünk meginni, vagy hát úgy volt, hogy elküldtek bennünket Hekkér a lányok, hogy már ők nem akartak lemenni, és akkor mi úgy a Hekkér úgy megy az ember, hogy iszik egy fröccsöt, mert meleg van. És akkor hát az... Ugye? Elindultunk a Hekkes felé, és van egy étterem, ahol mi leültünk, és kértünk 2 fröccsöt. Uh-huh. Kiérkezett először, aztán később megtudtuk, hogy a tulajdonos jött meg, akinek mondtuk, hogy nem kérünk étlapot, nem akarunk enni, mert megyünk a Hekkért, de hogy egy fröccsöt ezen a nagyon hosszú 100 méteres úton azért csak meg. Megszomjaztatok. Hát nehogy ott aztán nézzék kiszáradva, essünk össze. Mondta, hogy jó, majd eltűnt. Ezután jött egy pincér, aki kihozta az étlapot, mondtuk, hogy továbbra se akarunk enni, viszont szeretnénk fröccsöt inni. Mondta, megkérdezte, hogy miért, elmondtuk,
Eltűnt, majd 10 perc múlva, jelzem, senki nem volt az étteremben, egy megveszekedett lélek. 10 perc múlva kiérkezett egy kislány, aki kihozta a két kért fröccsöt, amit, és most figyeljetek, tudjátok, az én alkohollal való, hát hogy is mondjam, baráti. Viszonyodat. Igen, kevés olyan alkohol van, amit nem szoktunk így a haverokkal elfogyasztani, nem ittuk meg a fröccsöt, ugyanis nagyon úriasan üvegpohárba kaptuk, aminek konkrétan olyan szaga volt magának a pohárnak. Na ez a retro. Nem hiszed el, az állott büdös zsír és olaj, amikor valaki 2003-ba a fritőzt teletöltötte olajjal, és azóta abban süti a hekket, a hamburgert és a sütkrumplit egyszerre, igen, és nem cserélt, és fölötte tartod az üvegpohárat. Tehát az üvegpoháron állt a zsír, és ahogy próbáltad a fröccsöt kultúráltan meginni, akkor belecsapott az orrodba az állott a harudacska. Zsír. A harudacska illat, amit 10 perc ezelőtt sütöttek ki. A hasában. A harudacska. Hát mondom, nem leszünk nagyképűek. Üdvözlöm, Igor kapitány, de hogy gyerne tiszta pohár. Igen, hogy miért a pohárba van. Kértél új porat? Nem kértünk, nem szeretem, ha ízét nyilván mondom, kis hiba, nem baj. Nem szeretem tiszta pohárba. Megisszuk, igen. Hozzá vagy szokva elég. A vidéken a tenyerünkből ittuk a fröccsöt is, érted? Nem kértünk új porat, mondom, hagyjuk, a francba nem ér annyit, de nem tudtuk meginni a fröccsöt. Illetve hosszú lépés volt, hogy pontosak legyünk. Mondtam, hogy jó, nem érdekes, majd a következőben iszunk, vagy lesz valami. Megpróbáltam, mondom, fizetni szeretnék. Egy másik, vagy egy harmadik, én már nem tudom, hogy egy kislány pánikszerűen az arcán elkezdett kapkodni, és mondtam, hogy segítek, kétszer egy deci bor, meg 4 deci szóda. Nem olyan. Hát ez nem egy nagy. Összetudjuk adni. Nagy, de ezt nem sikerült neki megoldani, majd jött egy ilyen fizető pincér, aki szintén pánikszerű. Köztem mennyi időt eltelt? Tehát ilyen eltűnt a kislány, hát, számolt egy kicsit, visszajött, negyed óra, mert azért ilyenkor hamar mennek a negyed órák, úgyhogy... Mondom neked, az étteremből való belépésünktől a kilépésig 42 perc telt el, úgyhogy nem ittuk meg a fröccsöt. Akkor hogy tudjatok fizetni, tehát mindennel igen, együtt. Tehát ez már mindennel együtt, amíg már egy idő után direkt mértem a történetet, és akkor jött a fizetőpincér, aki összerakta ezt a dolgot. Mondtam, hogy nem nehéz, meg kétszer egy deci bor. Jó, hogy nem is a kislány hozta vissza a számlát. Nem, hát ő... Megjött az agy. Ja, megjött az agy. Igen, a központi vezérlés. A kislány még mindig osztott szorzó. Ja, egy deci. A központi, hogy is érted? A bácsi. Tehát, hogy így nem értettük a dolgot, itt fesz föladtuk, itt nem ittunk meg a fröccsöt, aztán tovább mentünk, és akkor a hekkes még mindig nagyon messze volt, mi pedig továbbra is szomjasak, ezért betértünk egy másik ilyen vendéglátóipari üzlet egységbe, egy ilyen kis büfébe. Ahol kijött ugyanaz a kislány. Hát kezdtetek gyanakodni. Mit tetszett mondani, hány deci abból? Igen, összeadhatom a számlát. Az mekkora lett volna, az úristen mekkora lett volna, nem, ott az történt, hogy egy fiú állt a pult mögött, aki... amikor bennünket meglátott, akkor úgy érezte, hogy ez kötelességtudó, kiszolgáló személyzet lesz, és fölköt magára egy kötényt. És mondtam neki, hogy figyelj, inkább ne tedd, mert azon a májusi nyitás óta eltelt az összes, a gyerekek, az összes étel és italnyoma rajta. Ott már azt akartam megkérdezni, hogy ez az étlap. Ez a recept, már ezt tavaly csináltuk, csak a kötény nem mostuk ki. Igen. Az nagyon jó, tehát, akkor nem kérek, ez van, hogy paprikás, jó színe. Igen, hogy rábögsz, és akkor abból tudsz rendelni. Szóval fia, engedd el, nem kell hagyjad, tehát, hogy milyen nélkül is tudunk inni, és akkor ott megnéztük, hogy milyen fröccs van, ott pedig azt mondtuk, hogy akkor kérünk két üveges sört, mert az a bejebb vagyunk. Így értünk el a hekkeshez, ahol pedig kettő fiatal érkezett meg fagyizni, mert hogy van hek is, meg fagy is, egy bódéban, a kis ablaknál lehet fagyit kapni. Őrült retro egyébként, ugye? Az egész, a master is nagyon retro. Úgy van, hogy egyes ablak lángos, kettes hek, hármas fagy. De ez még jó is lehet. Tehát, hogy... Ez jó lehetne, de ők odaléptek a fagyishoz, ahol hát fagyit lehetett ugyan kapni, de nem kívántad meg, mert úgy volt összerakva, hogy a fagyispult után volt az olajsütő. Ne! De mert direkt megnéztem, hogy miért mentek oda el. Oda lőttek a fagyishoz, és meglepődve látták, hogy Illés bácsi újra aktív. Egyébként majd, hogy nem, de nem jó. Maga! Már megint maga! Illés bácsi, hogy kerül ide? Illés bácsi, nem adja föl, ha kell, leköltözik Balaton. És ott csinálja tovább. És az az elszívó, hogy nincs elszívó, hanem egy ventilátor van az olajsütő mögött, és az a fagyispulton keresztül, esküszöm, a fagyispulton keresztül fújta ki az olajszagot, tehát szegény kislány és kisfiú odaléptek. Volt sült krumpli fagyi, sült halfagyi, palacsinta ízű fagyi és sült olajfagyi. Így van, és abból a hurkásból. Igen, és sült hurkás fagyi. A hurkazsírosból, a még csókolom. Na, úgy, így. És akkor odaléptek, hogy ők akarnak egy csoki vaníliát, vagy nem tudom, pisztáciapuncsot, és
a ventilátor az pont így neki arcmagasságban megküldte az abban a igló kapitány hardait és sült krumplit, és akkor mondták, hogy akkor nem kérünk semmit, és elmentek szegények. Hogy ezek olyan apróságok, amivel egy pit nem lehetne jobbá... Én kicsit jobbá... ezért járok Balatonra. De tök jó. Én kicsit ezt keresem. Tényleg? Én kicsit ezért megyek. Hát jó, hogy nekünk mindig a srácokkal van egy pár nap balcsi, ami szigorúan balcsi, csak fiúk, barátok, 3-4 nap, 3-4 éjszaka, az összes fizetős strand, déli na part, jó, de szigorúan. Kis forró víz, egy kis ultra, és már úgy, és már úgy működik is ez a mosogatás. Hogy, de hogy nem ragadsz hozzá az ultrákat, például. Nem tudom, hogy kell ebben szorjuk belekeverni az ultrákat. Miattunk nem járunk meccs. Nem járunk meccs, sem értük. Érted, hogy nem ragadsz hozzá a pulthoz például. Tehát nem extrákat vár az ember, csak egy ilyen kis, nem, hogy így a lángost, amikor leteszik, a papír az nem ragadott. Figyelj, a ventilátor az azt akarta jelezni, hogy ez egy kemény meló. Becsüljetek meg minket. Nem meleg van. Látjátok, érzitek? Na, igen, ez van igen. Nálunk egész nap. És hogy nem, nem tudom, de volt ilyen Velencén is például bringatúrázni mentünk, és megálltunk azt hiszem Agárdon vagy Gárdonyban, hogy a srácok éhesek a kicsit. Megálltunk, és odaléptem a pulthoz, ahol mondtam, hogy jó napot kívánok. És egy lány, egy egyébként nagyon kellemes dekoltázsú csaj, belülről könyökölt így. Uh-huh. És így rám nézett. Én ugye állok, hát ilyenkor megvárod, hogy köszönnek, meg valamit mondjon, igen, valamit reflektálj. Egy 5 percet így néztük egymást, néha hosszú, több volt az idő, mint amennyi, vagy többnek tűnt, de mondtam még egyszer, hogy jó napot kívánok, és ő így nézett rám még mindig. És akkor elmondtam, hogy... Most ezt megszólalt, apa. Olyan is merős, hogy... Anya mesélte, igen, várlak, hogy a gárdonyi szabadstranda 20 évvel ezelőtt a nádasban. Így van. De nem tudtam, hogy ilyen jól nézek ki a pas. Sikongattak a sirályok, meg a nyám is. Igen. És úgy semmi életjeles? Semmi. Adott, semmi. És mondtam, hogy én köszöntem, és hogy szeretnék rendelni. Uh-huh. Lehet, hogy te voltál a szezon első vendég, és meglepődött, mert éppen készültek tönkre menni. Akkor segítek, azon tetszik agyalni, hogy honnan tetszik engem ismerni. Igen, én vagyok a vendég. Aki magának pénzt ad, amiből fizetése lesz. Ugye? És hogy ezek azért nagy dolog az, hogy köszönnek, visszaköszönsz, és te vagy a kiszolgáló ez a vendéglátó. Ez azért jobb variáció, mint amikor az igen. Én a sértődött pincér szeretem. Igen, a sértődött pincér, a rossz fej pincér, a haragos pincér, uh-huh. Mert meló van. Én nem kérdeztem semmit, igen. Miért nem mondod neki, hogy nem? Ha, igen, akkor mondom a kérdést, és amire ez a válasz. Kiszolgálna minket, mi vagyunk a vendégek. Legyen kapja a fizetését, legyen hozzánk kedve. Szóval figyelj, tehát ezek értelmezhetetlen dolgok. Tehát, hogy ez nem, egyszerűen nem tudsz mit kezdeni. Amikor tényleg felmész egy helyre, és akkor azt tapasztalod, hogy megkérdezem, hogy mi a menő, esetleg tudna valamit ajánlani? Oda van kiírva. Oda van kiírva. Igen, annyira mondja, látom hogy, az arcodat. Azt mondja, hogy oda van kiírva. És akkor így... Hogy elnézést, ez nem egy olvasókör, ugye, hanem egy étterem. Egyrészt nem látok. Igen, tehát egyrészt rohadtak vagyok. Nem látok belőle, de esetleg ajánlana valamit, ha már maga a pincér, én pedig a vendégét megtenni, legyen kedves. Tudod, nem mész, és akkor azt mondod, hogy én innen egy kávét, és fogyasztanak valamit, hogyha esetleg van rá lehetőség. Nincs szabad asztalunk, hogy nem lehetne itt a kertészségben látni egy pár asztalt, meg széket, hogy nem lehetne azokban esetleg? Nem, de a pultnál el lehet fogyasztani. Ja, jó van, hát ha ilyen vendégmarasztalóak tetszenek lenni, hát akkor nagyon szívesen. Tudod, tehát, hogy, és azt várnád, hogy így örülnek neki, hogy bemész, de nem örülnek. Ha valamiért kiúzodnálok a gyufát ezzel. Te tolakodó szemét, alja. Megzavarod a munkaidejét. Érte. Magaddal. Oda van kérve. El lehet olvasni. Hát akkor fiam, szaladjál már oda, aztán nézd már meg, ajánljál már te valamit a pincér úr helyet. Sokat hát, kér? Hát, sokat kérünk mi vendégek? Én szerintem nem egyébként, ez az elvárható minimum, nem? Nem kell, hogy ilyen, nem táncolj, amikor hogy... meglát, csak hogy úgy valahogy érezd, hogy úgy minimálisan fontos ja. Vagy. Nem? Vagy hogy úgy ennyi, csak úgy hogy azt mondja, hogy tessék parancsolni, itt van ezek közül választhatsz, vagy tessék mondani, mit kérjük. És a számla végül megjött a fröccsre? Visszatérve, mert kihozta? Vissza, valamelyik fejszámoló kihozta? Az egyik fejszámoló. Összeadta kétszer egy deci bort, meg a négy deci szódát, összedobták? Megérkezett, és akkor azt kifizettük, mentünk tovább, persze. De mondom, értetetlen az egész a dolog, ugyanis neki érted 2 hónap alatt ki. Tehát, hogy én vissza szeretnék menni helyekre. Én azt szeretem, ahol jól érzem magam, és oda legközebb vissza fogok menni, sőt, megkockáztatom, hogy én jelentős jattokat szoktam megmozgatni, főleg amikor nem egy fröccsöt iszunk meg, hanem sokat, és akkor elégedettek vagyunk a fiúkkal. Igen. Akkor mi kell? Akkor mi szeret? Igen, meg akkor adsz jattot, érted? Most nem jut eszedbe visszamenni, hogy még egy próbát megér, mert nem fog megérni. Keressük meg akkor a legbunkó
kopincért, jó? Tényleg írjatok nekünk, ilyen SMS-ekre várunk. Fiú, Ferihez semmi, nekünk a Szőrös Jeti bácsi kézzel tette a kólánkba jégkockát. Na, Szőrös Jeti bácsi. Szőrös Jeti bácsi kiemelte az üvegpohárba, az kézzel mindenki ebbe leszórta a kólájába a jégkockát. Amikor mondtuk, hogy köszönjük, így nem kérjük, még minket küldött el a búzsba. Na, írjatok nekünk, jó? Tényleg, amikor már az állatok leesett a pincér magatartásán, keressük meg, válasszuk meg a hónap legbunkóbb pincérjét. Nem kell, hogy ebben a hónapban történjen a dolog. Mit csinált, jó, hogy köszönt, mit hozott, mit nem hozott, hogyan próbált lebeszélni benneteket rendelésről. Vagy hát Jani mesélt egy történetet csak röviden, amikor ugye a pincér mondta, hogy lehetőleg egybe kéne felvenni a rendelést. Igen, mert hogy nincs kedve többet visszajönni. Sokan van. Adj le mindent. És hogy jelezte, hogy akkor nem lenne baj, hogyha együtt adnák le a pincér, vagy rendelés nálam, mert hogy egyébként akkor ingázni kell. És akkor így, ja jó, akkor jó, akkor sietünk. Majd. Igen, nincs baj. Persze, közelülünk a konyhához, ami nagyon hosszú az út. Igen. Azt írja, hogy a normálisabb, aki pénzt akar keresni, már nyugaton van. Igen, tudjuk nyilván, hogy most baromi nagy hiány van szakácsokból, pincérekből, nagyon sokan elmentek, de hát ha. De ez nem a szakács, vagy ez nem a pincérkészség, hogy köszönök, ez alapvető intelligencia. Tehát, hogy meglátod a vendéget, akkor köszönsz neki, és oda viszed mondjuk az étlapot, nem azt mondod, hogy Jani, menjél ki, azt nézd meg. Olvasd el. Hát érted? Ez nem tanulandó készség, ez alapvető intelligencia, hogy akkor uram, ne haragudjon, már is hozom az étlapot, nézze meg. Nem? Ők ott el voltak kényelmesedő, tehát hogy náluk pont nem az volt a helyzet, ami mondjuk ennek a, mit tudom, a kis büfének az esetében, hogy kongott az ürességtől, és valószínűleg ez vette el a kedvüket a munkát. Ahol én voltam, és ahol ezt mondták, az egy nagyon felkapott hely volt, és elég nagy forgalommal, meg nagyon jó renoméval. Ezért is lepődtünk meg rajta. De belepiszkítottál a vendégkönyvbe, már úgy érted, hogy beleírtál, vagy nem írtál, nem kérted? Nem írtál? Levi, mondtuk, hogy hát akkor köszönjük szépen. Akkor most nem. Akkor megkeressük a legközelebbi kópot, és akkor inkább. Igen, csináltad a karjába egy tofu szendvicset magunknak. Na, írjátok meg nekünk, jó, hogy milyen pincérekkel találkoztatok. Már nem akarjuk őket bántani, de nyilván van egy-két gyöngyszem, írjátok meg, hogy mit csinált. Jó, hogy szolgált ki benneteket. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan egy perc múlva. A fura pincérekről beszélgettünk, és arról, hogy hát az ember térik váratlan pillanatok, akkor ha belép egy étterembe, és nem azt kapja, amire számít. Nincsenek az emberek túl nagy elvárásai, de az, hogy kapja egy étlapot, vagy normálisan szolgálják ki. Egy köszönés azért az talán lehet, és hát ugye arra kértük hallgatóinkat, írjátok meg nekünk, hogy milyen pincérekkel találkoztatok már. Akik furán viselkedtek. Strandon lévő fagyisnál a fagyis bácsi nem a vízbe öblítette le a fagyis kanalat, hanem úgy gondolta, hogy inkább lenyalogatja. Ne. Majd adta a következő gombócot. Ezt Edit küldenek. Ott én azért az megvártam volna a következő lenyalogatást, mert biztos, hogy nem hittem volna, amit látok. Hát ott azért elkezd az agyat kattogni, hogy most ez nagyon tényleg megtörtént. Igen, és tényleg ne csak pincérekről írjatok, hanem ahogy kiszolgáltak benneteket, legyen ez egy lángosos, és akár Dunaparti palacsintázó, írja az SMS író. Az előttünk álló megkapta a rendelését, majd jelezte, hogy ő nem kért rá porcukrot. Erre a 70 és a halál közti kiszolgáló bácsi lefújta a porcukrot úgy, hogy jól láthatóan fröcsögött a nyála. Ez a hogy a porcukor szó elhangzott, tudta, ez annyira tipikus. Nem kértem rá porcukrot. Rendben van. Már nincs is rajtam. Jó étvágyat. Kérem a következőt. Oké, köszönjük. Nagyon ízletes kis. Palacsintának nézünk elébe. Atya úristen. Amikor kihozta a rántott szeletet, a pincér leesett a földre. Teljesen természetesen visszarakta a tányérra. Mondtam neki, hogy ez mi? Mire azt mondta? Nyugi góré, felmostak reggel. Nyugi góré. Júj, de hajtua. Nyugi góré. Tisztasságon. Akár a padló, a körül is megetnéd, tesó. Ne izgulj. Na, jó étvágy. Van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt. Halló, jó reggelt, sziasztok. Hello, István. István, igen. Hát velünk az történt, hogy még hát egy pár évvel ezelőtt, kb. 2 évvel ezelőtt bementünk egy étterembe, ugye akkor egy ismerkedés céljából egy lány meghívtam ebédelni, és hát egy havarom mégis éppen oda jöttek ebédelni. Egymás mellett kaptunk nem messze asztalt, és az történt, hogy megrendeltük az ételt, ugye gulyásleves volt a leves,
És én ugye megkóstoltam, és nekem nem tetszett az, hogy már nagyon hideg volt. Nem olyan hideg, mint hát nem szeretem nagyon forró sem, de azért nagyon hidegen sem. És hát én jeleztem, hogy gondom lenne az étellel. Hát erre is várunk kellett egy olyan 5-10 percet, mire odaérte a pincér, és a pincér srác így odajött, és nézett nagyot, mikor én közöltem vele, hogy hát hideg a leves. És ő azt mondta, hogy hát jó, ő érti, és elvette a kanalamat. És fogta, belenyúlt a levesembe, és belekanalazott szájába egy jó erőset. Nem mondott komolyan. Tehát kivette a kanalat a kezedben, és megkóstolta előtted a levest a te kanaladdal. Megkóstolta, de úgy, hogy én már ugye előtt azzal megkóstoltam is a levest, hát na most nem finnyás, hát így járt. És megkóstolta, és aztán ő azt mondta, hogy nem érti, hogy mi a problémám vele, ez teljesen jó hőmérsékletű, hát örüljek neki, legalább nem égetem meg vele a számot. És elment. Hát, és utána azt mondta, hogy hát ez teljesen így jó, mit szeretne, hogy mit csináljunk? Hát mondom, szeretném, hogy legalább melegítsük meg, hogy valami dobba a mikróba, vagy valamit csinálj vele legalább, mert hogy ezzel így gondok lesznek. Hát azt mondta, hogy nem tud most nekem megmikrózni, hát mondom, akkor nem tudom, akkor fogyaszd el, és akkor nekem hozzá egy frisset. És akkor ő mondta, hogy jó, hát akkor megbeszél, és egy 10 perc várakozás után hát hozott nekem egy frisset, ami tényleg olyan volt, hogy hőmérséklet. Nem tudom, hogy az enyémet hozta vissza megmikrózva, vagy tényleg hozott egy frisset, de az a lényeg, hogy utána megkapta a gondot, elnézéskért. Hát rögtünk egy jó. Atyaisten, hát ő megnézte, megkóstolta, persze. Hát most igen, hát korrekt teljesen, de nem kérdezett semmit. Úgy lehajolt, felvette, nem, azt nem kérdezte meg, csak felvette és úgy gondolta, hogy hát megnézi, hogy tényleg az a probléma. Lehet, hogy már nem én voltam az első, és besokalt. Nem akartam aztán... már melegítgetni, persze. Köszi, hogy elmondtad. Köszi. Én is köszönöm. Hello. Sziasztok. Hello. Egy molette pölgy kért egy gombot, vagy itt a pincér erre cinikusan, nem kell, az már neked. Ez egy ilyen kedvesen szólsz, hogy túlletted magad, drága. Úristen, gyerekek, az a baj, a jobbak tényleg elmentek külföldre. Úgy látom, hogy... Nem kell, az már neked. Sok-sok szakmám van hiány, hát az egyik a pincér szakma, de komolyan, sajnos a jók már tényleg külföldre van. Az már tele vagy. Deák tér megálló presszó, bemegyünk a pincér felénk, siet majd mellettünk el. Elnézést, szeretnénk hinni egy sört, mire a pincér kikéri magának, hogy miért zaklatjuk, amikor iszonyú migrénye van, és különben is állandóan ezt csináljuk mi vevők. Csak álltunk és próbáltuk magunkhoz érni, keresünk egy másik helyet. Nálunk a cukrászában volt ilyen a kiszolgálás, mondta a pincér, na mondjátok gyorsan, nem érek rá egész nap. Egyszer két pohár kóla kikérésekor nem sikerült egyformára tölteni a két kólát, ezért az egyikből leívott. Na jó, Úristen, de jó. Elnézést, egy picit sok lesz, tessék marancsolni. Nem nyegeteltek bele. Millire annyi. Atya, úristen, kedvenc győri kocsmában történt, hogy éppen amikor érkeztem, a kocsmáros éppen evett az egyik asztalnál. Rendelni szerettem volna, mire közölte, hogy nem lehetek annyira szomjas, hogy nem várom meg, amíg megeszi a levesét, mert nem szereti hidegen. Nem. Nagyon jó SMS-ek vannak. Balatonon a büfében kértünk két teljes kávét, elmondtuk, milyen arányban legyenek az összetevők, meghallgattam, majd kiadott az ablakon két presszót, és utána pultra dobott egy UH-t és tejet. Tölts bele, mennyit akarsz. Atya, úristen. Győrben kértem egy téli napon egy étteremben egy meleg teát, láttam, hogy a pincér miután elkészült a tea, szódával engedte fel, mert nem volt tele a pohár. Mikor rákérdeztem, hogy ember mit csinál, csak annyit mondott, nyugi, úgy csinálom, mint anyád. Pityesz küldte nekünk. Nálunk a pincér kihozta a sertéspörköltöt, az egyik galuskára figyelmes lettem, hogy nagyon távol van a többitől, közel a tányér széle felé, meglöktem egy kicsit, nem mozdult. Kiderült, meglöktem egy kicsit, nem mozdult. Kiderült, nem figyelj, kiderült, hogy ez nem galuska, hanem egy rágó. Szóltam a pincérnek, mondta, bocsi, és még meg is köszönöm. Jaj, hát egy órája keresem. De jó, úristen. És egy órája kerestem már. Megbökte. Mi lehet? Tovább, rágó. Nagyon sokáig tartja az ízét. Köszönöm, hogy megtaláltátok. Atya, úristen, milyen SMS-ek jönnek. 3 éve Egerben. Köszönés, szevasz, evőeszközöket a tenyeréből az asztal közepére dobta, mielőtt hozta a hideg húslevest. Amikor a kávimon az összeesett tejszihab díszelget, várányítva közölte, hogy így sikerült. Fizetésnél pedig mosolyogva kérdezte, hogy akkor lehúzhat egy ezressel többet a kártyára. Atya úristen. Azért a Fagyis bácsi, aki lenyalta a Fagyis csinálat, azért óriási. Az is nagyon kemény. Igen. Éppen a második fogást fogyasztottuk, mikor odajött a pincér és megkérdezte, hogy a borravalóti szép kártyával akarom-e majd fizetni, vagy az készpénzen fogom.
azt hallottam, hogy odaszól a társának, még utána elintéztem, kapunk. Székesfehérvár menő étterem. Azért ez is kemény, nem? Kaja közben oldani, hogy hogy lesz a borra való. Meg vagyunk. Szép kártya vagy, vagy cash, igen. Mikor aranyászok helyett ananászlevet hozott ki, és én elkezdtem reklamálni, azt mondta, tanulj meg artikulálni. De tegezve ráadásul, tanulj meg artikulálni. Két aranyászok, hoztam az ananászlevet. Ananászok, itt vannak az ananászok. Artikulálj már rendesen, legyen. Úristen. Aranyászok, ananászok. Törökországban nyaraltunk, ebédnél a pincérfiú annyira megörült nekünk, magyar testvéreknek, hogy ráült az asztalunk célére, és nagy örömére belevett a sült krumplimmal. Beszélt, közben meg szemezgette a sült krumplimmal. Ilyes volt. Ú, de jó SMS-ek jönnek, te jó Isten. Azért megkérdeztem az étteremben a pincértől, mit tartalmaz a csirketekercs. A válasz nem tudom, még nem ettem. Őszinte. Hát azért egy jobb helyen illik tudni, nem? Még ha igen, meg se kóstoltam. Legalább megkérdezed a utána séfet, kérdezek. Igen, hogy utána kérdezek. Na igen. Kértünk két hotdogot, a szőrös hónajú izzadt kövér néni megtörölte a kezét a hón alatti szőrben, a jobb kezét a bal alatt, a bal pedig a jobb alatt pedig fordítva, és aztán elkezdte megcsinálni az ételünket. Tényleg ez megvan a mozdulat klasszikusan. Igen. Az a hónaj alatti szőrben letörni az a kezét. Az egy reflex volt. Figyeljetek, tulajdonképpen sztornó az egész, amit elmeséltem. Sehol. Szerintem rohadt jó helyeken jártam. A legjobb helyen itted a fogja. Menj vissza szerintem. Palacsintázó. Figyelj. Következő történt saját szememben, lányom írja a hallgató. Palacsinta feltekerése közben folyamatosan lenyalogatta az ujjáról a felesleget. Miért már kicsordult? Hát szeretnél, hát magyarok, ez kis lekvár. Ez még mindig rohadt jó. Ez az első kemény. Mindig olyan lekvár. Csak tőle kell hozzunk. Ezt nem fogják megbánni. Ilyen király lett. Úristen. Berekfürdőn kb. 10 éve savanyú volt a leves, jeleztük a pincérnek, ő kikapta a kezemmel a kanalat, megkóstolta, majd közölte, hogy ennek semmi baja. 10 fős asztaltársaság savanyúnak érezte. Ezután kijött egy félmeztelen izzadt szakács, és elkezdte idegbeteg bódon kántálni, hogy többet be se kéne engedni a magyarokat, mert csak a baj van velük. Úristen! Azért, amikor megjelenik egy félmeztelen izzadt szakács, azért érzed, hogy még messze a Michelin csillag, nem? Igen. Ugye, hogy azért ebben még azért lesz meló ebben az étteremben. Addig azért még pár adag krumplit le kell sütni. A pizzán avas volt a szalonna, szóltunk, a válasz így finom. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt olvasok a napi bulvárban, képzeljétek el. Cikket? Hát nézd, ezeket cikkeket lehetnek hívni. Akkor végül cikkek egyébként, igen. Plastikázt... Kiről? Kukiról. Oh. Aha! Plastikáztatott kuki. Hol? Ez nem egy hirdetés? Plastikáztatott kuki, önnek is lehet ilyen. Csak jöjjön el. Ha már a rózsa dombi. Megmondta a formáját, kicsit piszébet szeretne. Igen. Túl nagy a feje? Plastikáztasson kukit. Nem, ám, hogy kuki plastikáztatott. Ja. De megnagyította? Nem tudom, hogy mit csinált. Nem tudom, hogy mit csinált. Az a kuki pontosan tudja, milyen ez, nem először feküdt kés alá. Jellegzetes vonásait még sármosabbá tegye. Aha! Ja, arc. Aha. Arcplasztika. Arcplasztika volt ez szerinted? Jellegzetes vonásai. Hát igen, mert mondjuk, tehát, hogy nyilván alul is van a köldök alatt, és vannak jellegzetes vonásai az embernek. A szemét nem ő csináltatta meg így ez a csikat? Vagy a ne. Táskát? És az Tilla volt. Tilla volt az már olyan volt, hogy ilyen két mobiltelefon belerakhattál nyolcan. Igen. Picit igen. Tillával jó vagyunk, ő bírja umat. Nem, de ahogy a plastikázat az gulyában, most mondjátok, én nem is láttam rajta. Látod, hogy akkor az arcán is. Én ezt a jellegzetesen sármosságot, ezt nem. Hogy? Az nekem nincs meg. Nekem a színe volt föltűnő most a legutóbb. Igen, tehát az egy picit túltolt a szoláriumot, de ezt igen. Beszéltük is. Van ez a festőszolár, amikor ilyen narancsárga festégetni, hogy azt szerintem elolvasta, hogy 1-5 arányba higis, vagy 15 arányba, nem tudom, valamit ott félreolvasott a higítást. Gyorsabban akart van. Kicsit narancsárga lett, igen. Azt mondja, kuki úgy feküdt a műtőasztalra, azt mondta az orvosnak, bármit csinálhat vele, csak szép legyen és egészséges a bőre. Aha. De jó, hanyat vagy hason feküdt, mert abból már el tudunk indulni. Álltok hason.
Ja. Igen, találtak benne két mentboxot. Igen. Az egyik egy Scania kamion volt. Igen, két töltsért. De mit csináltathat egy férfi magával? Tessék? Mit csináltathat egy férfi? Mit szoktak? Van ez a táska? Hát ez nem arcplasztika. Nem, haj, arc nyilván. Hát ráncokat kicsit. Hány éves, mit ráncoskodik? Hát a Kuki nem 30. Hát mennyi? 40? Már bőven 40 fölött van szerintem. 40 fölött van. Igen? 40 fölött. Csak hát ugye kaptak most tévéműsort, és gondolom arra gyúr rá egy picit. Hogy top formában legyen. Ja, hogy még szemben. Várj, nekem van Kuki száma, már hívjuk fel a Kukit. Mit műtetett? Már nem, már egyébként sem Music FM-es, ahogy hallom. Nem. Nem? Nem. És még a másik nem indult el ahova. Nem. Na most már akkor beszélhet nálunk. 8, 4, 7, 8, 2, 54. Jó, 50, aha. Na, hát lehet, várj, lehet alszik. Hol van, hogy most dolgozik? Most nem dolgozik, nem rádió. Lehet, hogy repül. Halló! De egyébként simán lehet, hogy repül. Igen. Nem azért hagyta a rádiózás, mert repül? Nem, azért, mert tévéz. Halló! Halló! Kuki Balázs, Morning Show, szia! Te vagy? Kuki! Hello! Kuki! Kuki! De fura téged ebben a műsorban, vagy ezen az éteren, vagy ezen az állomáson hallani. Azért ez nem sokszor fordult elő az utóbbi pár évben. Nem. De most kezdtem nem rég, szóval kicsit rossz a hangom, de nem baj. Nem rossz a hangod, nem rossz a hangod. Nagyon rossz a hangom, sajnos már nagyon. De milyen meglepetés, mi történt? Olvastál napi bulvárt? Benne vagy, tudsz róla? Az a baj, hogy sokszor benne voltam a múlt időben, ilyen apróság, vagy ilyen, vagy nem tudom. Azt írja az egyik bulvárlap, hogy Kuki plasztikáztatott. De hát ugye ezeket mindig fenntartásokkal kell kezelni, ami ugye megjelenik a bulvárban. Na, mennyivel csináltatál nagyobbat, Kuki, őszintén? Figyelj már, Balázs, te most ugye viccesz velem, ugye? De igaz a hír? Tudod, mi a másik nevem, beszél nevem? Óriás anakonda. Nyilván. Ez azt jelenti, bocsánat, ez azt jelenti, hogy rövidíteni kellett, érted? Ja, belőle. Ne arra gújdram balázat. Picit levetettél hát belőle. Na, de figyelj, tényleg plasztikáztattál? Tehát igaz a hír? Igen, igaz. Régóta ismerem a dr. Krasznai Zsolt, tényleg. Ilyen 6-7 évvel ezelőtt ott voltam le, mert volt egy ilyen csúnya szemölcs a bal szemem fölött. Egy csúnya szemölcs? És azt leszedetted? Uh-huh. Igen, és most sajnos volt egy ilyen nagyon csúnya, de nagyon csúnya zsírnyír így a bal oldalra fölött. És ez undorító volt. Tehát amikor néztem magam utána egy pár szor a tévében, mondom, hogy mindjárt összehagyom magam, ez csúnya, és ne kicsit fej, és gondoltam, na jó van, mert tudjátok, én nem vagyok egy ilyen rendben, mikor látom egy szurit, én már elájulok, és gondoltam, hogy akkor is már régóta ismerem Zsolt, na akkor még egyszer oda megyek, és megcsinálják szépen. És tényleg megcsinálták szépen. Zsolt kiváló szakember, persze, mi is nagyon kedveljük, többször beszéltünk vele egyébként adásban. Ez altatásban történik, vagy ilyenkor beszélgetsz a beszélgetél a Krasznaival? Nem, ez csak egy ilyen lokális érzéstelenítés. Balázs, ez az, köszönöm, Balázs. Lokális kis szurit kaptam, és mondja, hogy jó, akkor figyelj most, kukikám, el fogom mondani, hogy mit csinálok. És azt mondtam neki rögtön, hogy inkább nem, mert elájulok rögtön. Mert tudod, ez csak egy műtét szobáról van szó, hogy bemész, és akkor van az a műtét asztal, és akkor meg kell öltözni, tudod, sterilel, tudod, és akkor én nem annyira bírom azt a látvány, és ettől szerettem mondani, hogy elájulok ott, mert nagyon ciki lenne. Aha. Mert nagyon félek én ettől. Jaj, nem bírod az ilyet, ha? Tehát a fehérköpeny injekciós tű, azt nem bírod. Ki tudja, mit csinálnának veled ájultan? Jani mondja, hogy ki tudja, mit csinálnának veled ájultan. Tehát azért jobb, ha ébren vagy. El tudom kézni, mit csinálna ő, azt tudja, teljesen más átkedne utána. És akkor most szép lettél? Tehát most eltűnt minden, amit szerettél volna? Igen, és az a baj a bőröm, rengeteg ilyen futószemölcs is volt a nyakam, azt is megcsinálta. Micsoda! Futószemölcs! Futószemölcs, de mit kell mondani? Hát jól mondod, abszolút jól mondod. De ez micsoda? De futószemölcs, a nyakam volt egy pár csúnya futószemölcs, azt is levette a dr. Krasznai Zsolt. Érted, ezek ilyen kis vadhúsok, amik ott vannak, és akkor azok ott úgy éldegélnek, és akkor azt igen, úgy megkapják gyorsan. Igen, mikor felveszel egy pulóverné, beragadt benne, vagy mit tudom én, ez undormány. De és ha már ott volt egy kis ráncfelvarás, egy kis táska botox. Eltüntetés, egy kis botox, nem volt semmilyen?
Hát figyelj már, nem írtak a cikk? Ez nem, én azt nem láttam benne, nem. Csak nem? Hogy... De hogy az arcodot, a futószemölcs, a nyakadon azt látom, igen. És aha, hogy szép és egészséges legyen a bőröd, ezt kérted a dokitól. Más nem írtak. Mi volt más is? Nem, csak ezt kértem volna, csak nem akarta, hogy ezt kértem volna, hogy én szeretném egy arc, mint a Sebastian Balázs tényleg. Mert ebben a példaképe, mert ugyanaz akartam egy ilyen műtét, mint megköszöntött, hogy új orr, új minden, és azt mondta, hogy figyelj, Kukine, mert túl sok munka lenne, mert túl tökéletes a Sebastian Balázs, érted? Túl sok rajta a futószemölcs. Igen. De egyébként most mit csinálsz? Pihensz? Mert most ugye hosszabb Szabin vagy, ahogy halljuk, vagy eljön is Szabi? Hát eljöttél tulajdonképpen a musicból. Igen, most Szabadságon vagyok, Siófokon. Gyönyörű idő van, fúj, ezt én mindjárt meghagyom itt a teraszon, de itt vagyok. Péntekig utána a jövő héten kezdődik a munka nekem, megy a forgatás. Ja, mész forgatni, tudom. Igen. A műsor, amit már senki nem vállalt el, és te csinálod meg a Kassa TV. De milyen jó pénzért, Balázs? De milyen jó pénzért? Hát legyünk őszinték, hát ugyanazt a szakmát nyomjuk, persze. Hát jó, fizet arccal a pénztár felé. Tudom én ezt, hogy van. Hát az Országos Logopédiai Intézet támogatását. Figyelj, mi van a repüléssel, Kuki? Most akkor ennyi nagy dilemmát olvastam, hogy még nem tudod, hogy ősszel most akkor mi van, vagy hogy van, még vajúcs, vagy még gondolkozol, hogy akkor hogyan tovább? Figyeljtek, az a baj, hogy kaptam egy... Figyelj, most gyorsan elmondom, hogy én mindig egy kíváncsi ember vagyok, hogy igen, sokszor voltam TV-ben veletek is, de Afrikában, emlékeztek vissza, és mikor kiestem az elődöntő, tudjátok, nagyon mindig ott voltam veletek, mert kíváncsi vagyok, hogy hogy működik az a szakma tevézés. Igen, jöttél most... mindig egyébként ellen. Igen, és most kaptam egy lehetőséget, hogy oké, műsorvezetek Kassa TV-vel, de úgy szeretném, hogy megtanulni minden picikét, tudjátok, például, hogy ott kell tudunk készíteni egy műsor, milyen kreativitást tudunk belevinni, leülni, beszélni sokszor a producerekkel, vagy a kreatív osztály. Én nagyon meg szeretném egyszer megtanulni ezt a szakma. Van a lehetőséget, a repülés, az engedély megvannak, a kereskedelmi pilóta engedély megvannak. Már egy picit tudódik, meglátjunk kövér, hogy mi lesz ezzel, de most nagyon-nagyon szeretném kicsit okosabb lenni a TV kapcsán. Értetek, mit akarok mondani? Igen. Hát nem igen. Tudom, mennyire ragad majd át az ezek megőrültek be, de mindenképpen. Mondjuk szél az van nálatok Siófokon tényleg. Figyelj, és a kereskedelmi pilóta engedélyed megvan, ez azt jelenti, hogy ha te bármikor úgy döntesz, akkor repülhetsz? Igen, mondjuk mindig nyilván van egy pilótaszervétel egy ilyen légitársaságban, mikor oda akarsz menni, de az a CPR, ez a rövidítés, a Commercial Pilot License, angolul, ez végtelen érvényes, amíg egészséges vagy. Értem, de azt tudom, hogy ha például elmész repülni, akkor nem nagyon szeretik a műsorvezetést meg a celebeskedést. Tehát vagy ez, vagy az, a kettő nem fér össze, ugye? Figyelj, Magyarországon van egy ilyen magyar légitársaság, nyilván nem tudom a neve, mert ez reklám lenne, hogy igen, mondták, hogy esetleg pilóta lennék ott, akkor ez rögtön ott kell lenni a média, mert nem nagyon kultiválják, és nem szeretik, hogy egy ilyen ismert ember ott repül, és vele van 180 utas. Mondjuk értem, hogy az a gyerekek, hogy sokszor az emberek nem tudják elképzelni, hogy az a Kuki hogy tud repülőgép vezetni. Néha nem tudják érteni, hogy ez hogy lehet, hogy aki mikrofon mögött ül, bóckodik a tévében, az hogy tudja vezetni egy 75 tonás gép? Tök más a kettő egyébként, igen. Szóval, igen, mint igen, foglalkozás, és persze. És el kell mondjam, hogy azt a légitársaságban, ahol megértettem, hogy igazuk van, hogy pláne Magyarországon nem nagyon... Egy pár utasok biztos nem értenek, hogy úgy gyerekek, hogy itt a nap láttam a tévében, most már izé, ő visz minket, mit tudom én Párizsba. Azért ez megértem őket, hogy ez egy ilyen dolog, hogy a normális emberek ezt nem tudják érteni, de viszont külföldön azt nem kell tudni, hogy ki voltam itt Magyarországon, vagy mi mit csinálok, szóval ez lehet ott külföldön, egyszer kipróbálok menni pilótára. Aha, de valóta nem tudják, igen. Hát mondjuk, ha így beleszólsz a mikrofonba a magyar utasok, nem gondolom, hogy megijednek, csak valóban fura, hogy tegnap még a tévében voltál, ma pedig mondom, már repülsz. Igen, azt mondom, hogy ez nem annyira lehet megcsinálni, sajnos, pedig nagyon azt szeretném, de még ezt mondom, most kaptam egy új lehetőséget, ez megcsinálom szépen TV-vel ezt a műsor, és kész. Jó, hát most persze, most ez a közeljövő, csak gondoltam, ha már itt vagy, akkor megkérdezem. Jól van, hát akkor nyaraljál, pihenjél, Kukikám, sokat dolgoztál te, úgyhogy megérdemled ezt a pár napot, aztán jövő héten megforgassatok ügyesen. Jó, van, oké,
köszönöm szépen, hogy hívtatok engem, jók legyetek, és most már végre voltam egyszer veletek adásban. Kavarom mondani, mindent bulizok egyet. Igen, hát mi tudod, hogy egy csomószor próbáltunk egyébként téged hívni, csak a másik rádióból mindig elutasítottak bennünket, hogy te nem beszélhetsz, vagy téged nem szólhatsz meg ezen az adon, de most már is lehet. Most már lehet. Igen, bármikor hívjatok, jó? Hátkor reggel is, örömmel felveszem a telefon, hátkor is reggel, jó? Hát most annyian hallgattak, mint a Music FM-en egy hónap alatt összesen. Kukikám, vigyázz magadra, puszilunk, csókoltatunk, ciao. Hello. Ciao, Kuki. Szűrve értem azért őt is. Ha rajtunk füles van, mi valószínűleg jobban halljuk, igen, vagy jobban értjük, igen. De... Amikor így nagyon elindul, tehát nem adásban beszél, mert ott azért nyilván vigyáz rá, de így a telefonon keresztül így kell... Kell kapaszkocsit. Oladújós. Igen. De jó, hogy... Jó, Kukit bírom, jó arc egyébként. Hölgyeim és uraim! Öreket becsatolni, hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. Nagyon helyes témát találtunk, és tudjuk, hogy 8 után ezt már sokkal jobban meg lehetne csinálni akkor, amikor nincs iskola, illetve amikor van iskola, de reméljük, hogy a gyerekek már táboroznak, úsznak, vízilabdáznak, és csak a szülők hallgatnak. Vagy még azt rájöjjük, hogy fejlődő szervezet, nem, hogy már felkeljenek ilyen korán. Így van, ne keljenek föl 9 óra. Vagy feküdjenek vissza. Igen. Egy internetes portál összeszedte a legfurcsább dolgokat, amit férfiak nőknek mondtak szex közben. És nyilván mi nem nagyon szoktunk olyan témát csinálni, amikor így kvázi felolvasási jelleggel ezeket itt beolvasgatjuk, mert sokkal inkább alapozunk, ami drága hallgatóinkra, rátok, akik ugye jönnek velünk egy-egy témában, és mindig megírjátok, hogy hát rátok a témából éppen mi vonatkozik. Úgyhogy csak egy-kettőt így hangulati jelleggel, mégis elképzelve, hogy milyen SMS-eket várunk, írjátok meg nekünk, hogy... És most nem effektív a legfurcsább hangokra gondolunk, mert azt nagyjából mindenki el tudja gondolni, hanem a szex közbeni legfurább mondat, a legfurább mondat, ami szex után jött a pasiból, de terjesszük el, hogy pasik, nők, mindenki írjon is, nekünk, nők is. Amikor van az összebújás fázis a szex után, és akkor jött ki valami nagyon oda nem illő, vagy valami olyan, amiről tényleg nem tudtad elképzelni, hogy ez most miről jutott eszébe, vagy hogy jutott eszébe. Vagy nagy iparkodással a pasi elindult, hogy boldoggá tegye élete szerelmét, de közben benyögött valami, jött nagyon sok ilyen beszólás van egyébként, amikor közben egyszer csak a pasiból ugye kijön valami. Igen. Ezt tudjuk, hogy ez nem egy szerencsés élethelyzet ilyenkor. Mi mádlok, ugye? Hogy Kati vagyok. Bizony. Igen, az az élő rodeós, utána próbálj meg rajta maradni még 3 percig. Szokták mondani, igen. Ronsd el a nevét, és maradj rajta 3 percig. Szóval azt írja a honlap, hogy furcsa hangok, elszólások, beszólások, bénán sikerült bókok. Tehát ilyeneket írjatok, jó? Most nem csak effektív az aktusra gondolunk, hanem amikor tényleg a Pali valami nagyon kedveset akart mondani, és ti nőként a pokolba kívántátok a bókot, a pasit és minden, mert annyira béna volt, és annyira rossz, és annyira oda nem illő, hogy az egészet megölte. Hát minden, ami az anyáddal kapcsolatos szerintem, és párhuzamot von a csaj között, az ott az egy vesztett dolog, hogy úristen, pont olyan szép vagy, mint anyám. Igen, mi van? Ha most hogy? Anyám látna, olyan büszke lenne. Igen, ugye? Ez mind, az összes ilyen bukta. Na, miket írnak? Hát a legnagyobb közhelyek vannak egyébként szórakoztató, azt írják, hogy ez már egy külön tudományág, és tényleg így van, tehát az ágyban elhangzott szólások, mondások, és ez egyébként az a durva ebben, hogy ez tényleg olyan mondat, nem van ilyen emléketek, de hogy egy életre nagyjából megmarad, nem? Tehát ha volt olyan nő, vagy olyan pasi nőknek, pasi-pasiknek nőtöknek, aki mondott valamit, azt 10 év múlva se tudod elfelejteni. Tehát az beég a retinádba. Meghatároz. Az meghatároz, az ott marad, azt hallod, azt látod, tehát ezt valahogy nem tud elfelejteni. Rex Uno, anyám is ezt azt. Na, ugye? Na, neked például ilyenek. A mamma. Mi ez, Jani? Malincia. Malincia. Az jó, az olasz. Dehogy jó. Nem, most akkor bak. Volt jó. Bak. Mi ez, Jani? Bak. Nem, a fejtető. Mi ez a fej? Már fogaj balzsam. Na, csak egy-kettő egyébként nagyon helyesek jönnek, hát a legnagyobb közhelyek is ott vannak, igen, 20 éves korommal lefeküdtem egy srácol, ide ez az amerikai honlap, aki a végén azt mondta, ez nagyon jó volt, Susan. Ez csak az a baj, nem Susan a nevem, tudom kire gondol, de még csak nem is hasonlítottam rá. A válasz még, igen, Steve az volt. Nyilván a fiú sem Steve-nek hívták. A másik, ami írja, azt írja, egy pasi mondta a nőnek, olyan a szád csók közben, mint egy férfié. Mondta a srác. Egyből kiderült, hogy volt már. Hát, olyan a srác,
olyan a szácsó közben, mint egy férfi. Hát mondta ezt akkor... egy férfi a nőnek, mondta, gondolta a nő, hogy ez remek, mert akkor egyből kiderült, hogy emberünk ugye már volt fasában. Igen. Oh. Miközben haladt lefelé a férfi, megkérdezte tőlem, írja a hölgy, hogy van-e szájvizem. Nagyon felhúztam magam, mondtam, hogy nem tudnánk először élvezni a dolgot. Kicsit egyébként jó, hogy... Hát figyelj, nézd, a körültekintő. Kicsi, 5 perc, hogy jövök, lent vagyok. De azért, nézzük meg, hogy szájvíz. Igen, van szájvíz. Én ezt szeretem, ez egyébként cuki. Egyek, drágám, mindent megteszek. De az fontos, hogy van-e szájvíz. Nem akarok kézőket, de van popsi törlőd? Nem csak finomám, csak finomám. Próbálok olyanokat mondani, ami azért még belefér. Ja, persze. Jó? Több közös üzletünk is volt a férjemmel, írja egy másik nő, aki beírta a portál felszólítására ugye ezt a kis e-mailt. Előfordult, hogy az ágyban is bizniszről próbált meg velem beszélni. Alig hittem el, hogy nem viccel, kivásároltam az üzletből és elváltunk. Amikor lement, ugye hát elindult lefelé, folyamatosan azt mondogatta magának, hogy nom. Én ezt nagyon szeretném. Ugye a Edison 32 éves írja ezen az amerikai portán, amikor a pasija elindult ugye lefelé, ezeket a hangokat adta ki magából, amit nem akarsz hallani. Kicsit bambásom. Olyan hangja volt, mintha egy macskás mémből jött volna, aki még mindig kirázt tőle a hidegét. Úristen. Volt egy srác az egyetemen, én egy másik női e-mailező, aki 2 hónappal azután, hogy elvette a szüzességem, baba nyelven kezdett el hozzám beszélni az ágyban. Amikor elővettem a fegyverét, csak arra tudtam gondolni, hogy máshova akarok nézni. Ezt gondoltál, hogy ott van egyébként egy 32 éves vír, egy 32 éves szexi, kisportolt pali, és elkezd hozzád nőhöz baba nyelven beszélni. Vagy közben a szállat elkezdő az ujjal. Biztos, hogy ez jó neked? Igen, a többi beolvasatatlan. Jaj, oké, ez megnyugtató. Van még egy nagyon durva. Az anyjának nevezett szex közben, de nem olyan szexisen, hogy mamisan, egyenesen úgy, igen anya csinált még. Az, milyen? Igen anya csinált. Dicséretnek szántad, elment tőle a kedvem. Margaret írta, aki 25 éves. Gabriel beírta, egyébként itt elsősorban olyan nők írtak, mert hogy nőket kértek meg arra, hogy mondják el, hogy a pasik miket mondtak, miket csináltak. Volt egy nő, aki beírta, hogy leesett az állásról, többet nem akarta pasival találkozni, mert azt mondta neki, hogy játsszuk azt, hogy testvérek vagyunk. Mit szoktál csinálni a tesóddal, kis csillag? Kura szerepjáték, de nem mondom, hogy második hallásra már nem tetszik a dolog. Na, drága hallgatók, ne csak nők egyébként, tényleg. A legfurábbók, a legrosszabb mondat, a legszerencsétlenebb elszólás, aminek nem volt ott helye, nem úgy akarta, rosszul mondta. Vagy tényleg kedveskedni akarta, palik tudnak nagyon bénák lenni, nem? Amikor valami olyat akarsz mondani a nőnek, és nagyon nem odaillik. Írjátok meg, hogy mi volt. Jó, ne csak nők, pasik és nők is egyaránt. És most maradjunk a mondatoknál, elszólásoknál, jó? Tehát hangok, stb. Most nem menjünk ebbe. Nem menjünk ebbe bele. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan, egy perc múlva gondoltuk, hogy a szakítós dalok után egy kicsit virítsunk oda. Egyébként abszolút témába illik, mert hogy ugye ilyen témánk is van, de két, egy E-17 és egy Berlin zenekar után kicsit be kellett keményíteni. Nem mert már több lassú dalt lehet, mert lincs hangulat lett volna. Igen, a legjobb szakítószám írja Tomi. Erre nem szakítunk, erre iszunk. Ugye mert a hét után egy szakítós témánk volt. Amit mi nagyon szerettünk. Na, Budapesten a Petőfídon erősödik a forgalom, melegszik az idő, szélfelhő nincs, anyám szerint erősödik a szandizokni párosítás kiáramlása a budapesti metrókon. Erik! Visszatért Erik! Erik visszatért! Csumi Erik, hát remélem ő az, mert eddig nem erről a számról küldözgette nekünk az SMS-eket. Most 5:08 a vége, de ha ez az igazi Erik, akkor hello Erik újra. Jó régen küldött már nekünk. De jó olvas. Ilyen SMS-t, és mi ezeket szeretjük, amikor régi hallgatónk bukkan föl Erik, vagy Riselijő, vagy Könyves Nándi, ugye, hát a régi nagyok közül valaki jön velünk, Robika, ugye, szintén. Na, ugye egy érdekes témánk van, mindenki szerintem volt már hasonló helyzetben, egy amerikai honlap arra kérte a női olvasóit, hogy gyűjtsék össze a legkiábrándítóbb elszólásokat, beszólásokat, egy bénán sikerült bókokat, amik ugye tönkre tehetik az együttlétet, és ez egy érdekes dolog, mert hogy az ember elképzeli, hogy milyen lesz majd, hogy képzeled az együttlétet, ha első alkalom, vagy ha sokadik alkalom rákészülsz, aztán jön a pasi, és mond, vagy csinál valami olyat, ami ugye hát oda
tehát tulajdonképpen elrontja az egészet. És beleolvastunk ebbe az internetes portálba, már a hozzászólásokból a nők írtak, hogy pasik miket mondtak, majd arra kértük hallgatóinkat, hogy írjátok meg nekünk, de nem csak nők, férfiak is, hogy mi volt a legszörnyűbb dolog, amit az ágyban hallottatok. És el kell mondjuk, hogy az internetes portál gyenge kezdő hozzátok képest. Van egy-két szenzációs, igen, tényleg. Hát, és ugye mindenki járt már tényleg ebben, vagy járhatott ebben a cipőben, hogy nagyon készülsz, ott vagy, és vagy a pali, vagy a nő mond valami olyan dolgot, amivel nem akar rosszat, csak rosszul sikerül, áthallásos, vagy úgy próbál neked bókolni, hogy közben az egész rettenetesen lesújtó lesz. Na, nézzünk egy-két SMS-t. Szingliként randizgattam, de komoly kapcsolatot akkor nem akartam. Az egyik randi úgy alakult, hogy az első alkalommal feljött hozzám a srác, hamar egymásra hangolódtunk szex közbe, egyszer csak neki állt mondogatni hangosan: úristen, úristen, apukám, mit szólna ehhez? Mekkora csalódás okoztam neki ezzel, hogy az első alkalommal lefekült. Mi lesz, ha ez az apja megtudja? Teljesen szomorú arccal mondanom sem kell, abszolút megölte a bulit. Hölgy ismerősöm a következő bókot kapta szex közben. Olyan finom, puha a kezed, mint a rántott hús. Szeretem. Szállóige. A volt páromnak mondtam incselkedve, hogy megharabdálom, erre a válasz, akkor kinyomom a szemet. Hát ez egyébként benne van, igen. Szex közben a kutyája nevét csikoltozta hangosan: jaj, nem vittem le a Kikót, szegény Kikó, szegény kutya, soha nem megyek haza! Szegény Kikó! Egyébként egy tanárnő volt, írja hallgatott. Szegény Kikó, vajon mi lehet most Kikóval? Szegény Kikó, szegény kutya. Mikor egy 40-es nővel voltam együtt, és hát hát kézzel boldogítottam, értitek, hogy miről van szó, egyszer csak megszólal: erősebben, mint ha lovat etetnél. Lovat etetnél. Tudjátok, milyen akkor kocka cukrot eszik a tenyeredből. Hát az kifejezetten jó, igen, de hát az nem lehet. Erősebben, mint ha lovat etetnél. Na, ilyen mondatok. Arra nekem inkább az óvatosság jut az eszembe. Jó, itt megállsz, főhúzod a redőnyt, rágyújtasz, megkapcsolod a tévét, és nézzük, mit csinál ma a barátok közt. Vagy mi van ma a Forma 1-ben, nem? Ez megvaj. Erősebben, mint a lovat etetni. Most túlj meg az abrakos tarifnám. Volt barátnőm az aktus végén teljesen értetetlen okokból sziréna hangot adott, körülbelül fél percig, ez egyébként többször is előfordult. Írja Zoli. Kisé pösze lány, mofta jó. Pufild meg a testem, pufild meg. Nem, ez rohadékság. Aktus közben az ágyban, a párom telefonja csörög. Hallom, hogy kérdezik, szevasz, zavarok, mire mondja ő: nem, mondja nyugodtan, nem csinálok semmit. Milyen jó veszik. És kész, ha első randi ott vagy megsemmisítve, vége van. Nem az? Nem, mondja nyugodtan, nem csak semmi. Igen. Vannak, amiket nem tudok beolvasni, de azért olvasok ilyen lassan, mindig elolvasom előre, mert van egy-két durvább, hát azt nem tudom beolvasni, van így is elég bajunk, azért nem áll. Délután arról vitatkoztunk, kell-e bambusz tapéta. Este szex közben is azon járt az agyam, orgazmusnál önkéntelenül elkiáltottam magam: kell a bambusz! Nagyon szeretem, szintén elszólás, nőtől vagy férfitől, nem tudom, iparkodj, mert ki kell nyitni a boltot. Úristen, mennyire bensőséges, igen. Feri írta ezt, kedvesen mondta egyszer csak: igyekez, mert kezdődik a Dallas. Telefon a cég üzleti csoportjánál dolgoztam, az egyik legnagyobb sztori, amikor a titkárnő felvette a telefon, de nem rakta le. Mi a cégnél körülbelül 20-an kihangosítva végighallgattuk az aktust, a hölgy végig teli torokból azt kiabálta: olyan vagy, mint Schwarzenegger! Zuhany után az ágyon elnyúlva petrengtem, a párom belépett a szobába, kés tekintettel végignézett rajtam, és azt mondta: ú, baby, olyan fekvésed van, mint egy jó teleknek. Ez aranyos. Teodtum a húristen. Jó a fekvésed. De imádom, mint mindig. Igen. Én egyszer azt mondtam szex közben, nem tudom, miért jött elő belőlem, teljesen váratlanul: ó Istenem, mikor lesz időm levágni a füvet? Jó műsorít. Igen. Aktus közben a leányzó, a mai napig nem tudom, hogy miért, egyszer csak azt mondta: ide jó ára van a diónak. Én ezt nagyon bírom. És én nem tudom megmondani, az egyébként miért mondja. Igen. Mi lehetett, mire gondolhatott? A lány kicsit elkalandozott valószínű, nem? Az összes epret elverte a jég. Igen. Anyukámikat egyszer hallottam, miközben szexeltek, egyszer csak megszólalt az anyám: a kutyának adták kaját.
klasszik, nagyon klasszik. Tehát ezeket az ember mondja. Gondoskodó típusok. Igen, ez abszolút, igen. Ugye nagyon sokan írják a gyerek nem sír című mondatot, az is nagyon vágy, hogy mondják ezt, vágy lohasztó tud lenni. Kicsi. Igen, igen. Akció után egyszer csak a pasi teljesen váratlan megkérdezte, csinálsz nekem kirántott húst? És kirántott húst. Kirántott húst. Már másnapra koncentráltast. Igen, igen. Ja, Istenem, hát még van egy-kettő, de nem tudom beolvasni. Az egyik kedvencem gyermekkori műtét miatt van, azt mondja, hogy két heg van a hasamon, együttlét közben a srác megszólal, engem nem zavar a fogyatékosságot. A fogyatékosság. Van, aki csak annyit ír, teljesen váratlanul egyszer csak egy nő megszólalt az ágyban, nem tudta hova tenni, ázik a plafon. Jó szórakozott, ha volt ide, nézd csak a sarkot. Állj meg egy pillanatra, rohadt a szírem, hívd a biztosítót. Van egy rohadt nagy pók. Ázik a plafon. Na jó van, hát köszönjük az SMS-eket, nagyjából erre számítottunk, igen. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.